Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Na, már ilyen lesz, mert akarom. Mi van? És itt van előttem a szöveg. Figyelj, ők nagyon-nagyon mennek. Nagyon mennek. A grófok a legnagyobb királyok. Ahogy éneklik is egyébként. A beül a Jolly az A8-asba, tudod mennyi letöltésnél tart? Igen. Egyébként? Nem, nincs. Ez nincs 10 millió, 1 millió. No Roxa eljött ügybe. Micsoda? No Roxa. No Roxa? Így van. No Roxa állj. Aha. Azt nem, 10 milliós letöltésnél vannak. Már jó, mert ő Jolly és a kis grófó. Aha. Tehát egy sok különböző vasat tartanak a tízben, sok formációval. Tehát ők vannak a kis grófóik, és van Jolly és a kis grófó, tehát ők összeálltak már Jollyval? És vagy Jolly a kis és grófóik? A románcok. Gyerekek, új, lecserélem a prügyi duót. 220-an lefényképezve a videóklipben a kilométer beül a Jolly. És utána úgy folytatódik a szöveg, hogy viszkit rendel liter számra, mindenki vele mulat. Hát reméljük már, miután kiszállt az A8-asból, azután. Volt az A8-asnak egy nagy hulláma 15 évvel ezelőtt, amikor az A8 az egy menőautó volt, igen. Tehát akkor mindenki az A8, meg a nagy Bálna Merci, de hogy ez már azért így lecsengőben van. De most a kis grófó a nagy sztár, vagy a Jolly? Igen, ki a nagyobb sztár? A kis grófó vagy a Jolly? Vagy a Jolly versus kis grófó, vagy hogy van ez? Nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy én ebben a témában szakértő vagy. Nem szeretném. Én nem tudom egyébként így már így külön választani őket egymástól. A kis grófó, aki beül a Jolly az A8-asba, a Jolly akkor nem a kis grófó? Nem. Szerintem ez Jollyról szól, nem? Jolly a király? Nem, ő, aki énekel, az kis grófó. A haverjáról énekel. Tehát a Jolly, akkor a haver a király, a igen, Jolly a király. Tehát a haver az olyan, mint mit tudom én, mint amilyen egy másik. Kocintanak. Tehát Jolly és kis grófó kocint, ugye? Tehát a két Vegas-i menő. Igen, azt hittem, hogy Jolly olyan, mint a csók király, hogy egy ilyen fiktívebb személyiség, hanem... Á, jó. Nem jó? Zseniális. Állítólag van olyan daluk is, hogy ötösbe mös. Tényleg? Ötösbe mös? Olyan nincsen, hogy Bali beül a Q7-esbe. Lobog a haja, jaj, de sebesbe. Beletolat a szervizesbe. 6 perc alatt tudnánk egy ilyen dalt összetenni egyébként. Ha valaki nem tudná, láttuk egy bejátszást, és kiderült, hogy ugye 10 milliós letöltésük van, és baromi nagy sztárok, vagy hát őket imádja bár egy ország, és meghallgattuk a dalt itt a szünetben, és ezt akartuk most bemutatni, hogy ez egyébként nem egy rossz dal. Az a baj, hogy nekem egyébként, hát ugye szinkronizálva vannak már a dolgok így a neten, és én egyszer rákerestem, és állandóan dobálja föl nekem egymás után a videókat. Tehát egyszer rákerestem, és mindig, amikor ugye be van a Gmail-em kapcsolva, és úgy megyek föl a videó megosztó portál, akkor mindig feldob nekem. Hogy te szereted ezt, hát azért ezt adja, nekem, és mindig ott van mindig beszorulva egy machine head, meg egy, hogy hívják, egy Slipknot közé kis grófó. És az a Gmail-nek nem gyanús? Hát, hogy érted, hogy vannak ott más dolgok is, amik gyanúsak lehetnénk. Várjál, most találtam, hogy jön Ádám a 7-es BMW-vel. Na, ez jó. Tényleg? Igen, Dögös Robi, jön Ádám a 7-es BMW-vel. Hát most akkor már... Nézzünk már bele, vagyis hallgassunk. Ő egy másik család, egy másik együtt, tehát nem ugyanez? Tehát Dögös Robi akkor nem mozog együtt kis grófóval? Tehát ez egy más kaszt? Hát nem tudom. Lehet. Igen? Lehet egyébként. Tehát ők egy teljesen más banda. Figyelj, egy olyanra keresél már rá, hogy mit olyan, hogy Jani túladott a Honda Jazz-én. vagy valami. Vagy... Jó. Dögös Robi jön az Ádám a 7-es BMW-vel. Nincs benne semmi olyan, ami rondos, ezt csak így hallgató küldte, hogy ismerjük-e, nehogy valami olyanba fussunk bele. Nézzétek meg, Dögös Robi, van két lovam című szám. Hát ez lehet. Jó fel a címét, Dögös Robi, van két lovam. Várjuk, előtte belehallgatunk a Dögös Robi, Ádám megjött a 7-es BMW-vel. Jön Ádám a 7-es BMW-vel. Van figyel. Két lovam. Most már kíváncsi vagyok, hol tart a popkultúra. Na figyel. Dögös Robi. A Dögös Robi küldeni Kaposváról, az Ádám testvérének és a Faja testvérének örömre egészséggel. Jaj, rettegek, hogy valami olyan lesz benne, amire ráfutunk, gyerekek. Jó ez, rettegek, hogy valami olyanra futunk rá, amire nem szabad. I'm
Megáll valaki az SL Mercivel. Tehát megáll valaki egy SL Mercivel. Jön az Ádám a 7-es BMW-vel, megáll faja az SL Mercivel. Nagyon jó. Figyelj. Jön a testvér, vagy micsoda az SL Mercivel. Nagyon jó. Ez mi? Ez valami ilyen német autós találkozó? Gyerekek, le vagyunk maradva. Az nagyon a durva, jó. Hogy ezt már úgy nézzük, hogy mi már ezt kevésbé értjük. Tehát ez elképesztő. Várj, megvan a sztori, tehát valakik elindultak az M7-esen, és jönnek Budapest felé, és 250 a végsebesség, tehát a család elindult Budapest felé. Jönnek hozzánk, ugye? Jön Dögös Robi, jön az Ádám a 7-es BMW-vel 250-nel az M7-esen, ugye? Tehát ez a történet. Kicsit visszatért. Itt vannak már Pasarétet? Eljöttek Pasarétre? Mi dolguk van a második kerületben? Eljöttek Pasarétre, jó? Várja. Mi van? Nem értem. Arany? Ez nem aha, értem. Igen. De a Pasarét az fix. Most kezdhetnek aggódni, hogy van egy eladott terek a szomszéd. Nem lehet érteni, mert... Nagyon kemény. De ezek nagyon mennek? Ezek a szövegek. Elkezdtem egyet egyébként, lehet, hogy rá is ismertek. Már két sor megvan belőle, de még dolgozom rajta. Alfa pörög új kígyóson, eszébe sincs, hogy lassítson. Jó. Itt tartok. Eszébe sincs, hogy lassítson. Csuhája. Az a durva, hogy ezekre a zenékre egyébként nagyon durvá lehet mulatni. Igen. Meghalasz egy ilyen zenét, nem? Kicsit részeg vagy, és hát én nem mernék nem mulatni az ő társaságunkban. egyrészt halott vagy, ha nem mulatsz velük. De hogy az ilyen típusú zenékre, tehát iszonyatos hangulata van. Iszonyatos, ha is szól hozzá valamit. Komolyan. Ne arra, hogy nincs kedvem. Micsoda? Jó, van két lovam? Nem hagyom ki. Van két lovam. Szintén tőlük? Mind a kettő deres. Ez grófó? Van két lovam grófó? Aha. Na várja. Grófó, van két lovam. Na. Van két lovam, mind a kettő deres. Akkor visszatértünk a grófóékhoz? Uh-huh. Várja. Aha. És mi a szöveg? Van két lovam, mind kettő. Nem. Azt nem tudom. Lovam. Azt nem tudom, de egy Ferrari előtt áll, van két lovam. Tehát, ja, hogy... aha. Ja, vagy úgy. Ja, most már értem. Mire gondoltál, hogy egy fríz lova, meg egy arab alapteli vér, vagy egy izé? De a deres is benne van? Egyébként a szövegben? Ennyi, meghallgatjuk. Van két lovam. Most visszatértünk grófolyékhoz. Van. Jó. Nem mondta, hogy erre nagyon lehet mulatni egyébként. Jó. De most ő a grófó? Aha. Na most akkor újra, igen. Van két lovam, mind a kettő deres, mind a kettő Kaposvára keres, Kaposvára meg a virigyára. Ez nem ugyanaz, gyerekek, mint az előző. Nem, de ő idősebb grófó. Jó, ő idősebb grófó. Imádom őket. Figyelj. Én a vagyonomra. Kábé annyit mozog, mint a Tibi. A Tibi fénykorában. Igen, de ez nagyon jó. Hát gyerekek, itt konkrétan egy történet van fönn, tehát elmegyek mulatni, Dalilei, Kisgrófó, hát itt minden van. Nálam mondjuk a Dögös Robi jön az Ádám a 7-es BMW-vel bőven, az messze. Nekem ez is tetszik egyébként, itt egy pici visszafogottságot érzek, tehát én ott tudtam volna még mondjuk turbozni, hogy van két lovam, de nem deres, két Ferrari, metal veres. Tetszik, metal veres. Lemánó le egy Jolly plusz grófó másik közösség. Várjál, akkor ezek összeálltak. Várjál, akkor ők összeálltak? Tehát van egy... Akkor ez valamilyen román előadó. Van egy Kisgrófó, meg van egy Lemánó, és ők összeálltak, két család, és az Ádám jön a 7-es BMW-vel, és a Kisgrófóék csináltak egy közös dalt. Az lehet?
Nem akarsz egy picit nagyobb időt szentelni, hogy felgöngyölítve szállok egy hosszú hétvégét, én bedobni. Hát figyelj, én megjelzem a programigazgatónkat, hogy ne ilyen tematikus hétvégéket csináljunk, hogy csináljunk egy ilyen tematikus hétvégét. Dögös Robinak van olyan száma is, hogy kaszinó. Dögös Robi kaszinó? Igen, az is nagyon jó. Egyébként idősebb grófonak a klipjében a kaszinó, mint motivum fel is tűnt ott a Blue Boxban, hogyha meglát. Hogyha láttátok, egy kicsit valaki belenagyított egy rulett kerékbe. Dögös Robi kaszinó. Na most ki a Dögös Robi? Ő az, aki a 7-es BMW-be? Ő írta a 7-es BMW-t? Így van. A Dögös Robi az a Slang Petinek a haver. Dögös Robi, csak mondom, hogy másfél milliós letöltés van. Akkor a következő számot szeretném küldeni. Speciálba. A pozsonyi Ferikének és a drága terhesztém feleségének. A pozsonyi Ferikének és a drága terhesztém feleségének. Speciálba. Speciálba. A nap dumája. Speciálba. Azonnal újra. Újra. Na. Kaszinó. Hát gyerekek, ilyen gyöngyszemek vannak? Hát komolyan. Hát ez... Írjál már egyet, Jani, egy szöveget. Én hát annyira akarnék Tibi nekik egyébként. Tibi csak hoz valami izé alapot. Dögös Robi. Nagyon jó. Ott hagyom a szobakonyhát, ha eladom a disznókondát. Ugye, neked ez nagyon menő. Figyelj, ebből bármi. Nekem ez nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Figyelj, Dögös Robi. Figyelj, na, az a durva, hogy a Dögös Robinak van egy Sukár Sej című dalai. Sukár Sej? Nem mondjad már. Dögös. Sukár Sej? Igen. De van a Balogh Triónak és a Jocinak és a Sukár Sejnek egy official music videója. Na, gyerünk, most már ne állj meg. De ez naturál-e vagy speciálba? Dögös Robi, mindig összetévezem. A Dögös Robi volt a 7-es BMW? Igen, ő a 7-es. Szégyel magad. A Dögös Robi írta meg, hogy az Ádám megjön a 7-es BMW-vel? Igen, van, ez meg az SLMR Joe. Az SLMR Joe. De van egy korai száma és a Tuning Lada. Jó, ezt nem annyira értjük. Nem. Sukárség. Ez nem, ez kevésbé. Na jól van, hát ez egy élmény volt. Hát zárkóztunk szerintem. Most egy picit, nem? Figyelj, szövegileg is. Egy olyan világba pillantottunk, mert nem is ismerünk, de 10 milliós letöltés van, akkor egy generáció ismeri őket, csak mi már öregek vagyunk, és kicsit leestünk a lóról. De most visszazárkóztunk. Viszont elindítottál valamit, mert többen követelik a mulatos órát. Jó, csinálunk egyszerre. Figyelj, a retro nap után megcsináljuk a mulatos órát. Hát de most egyébként most azt gondoljátok, hogy viccelünk, pedig nem viccelünk, és én szerintem nagyon erős tartozásunk van így az emberek felé. Mert neked meg kell írnod a roveres dalt felének, az alfásat. Nem, te írod a szélvéset. Megvan, mit csinálunk. Tehát akkor csinálunk egy mulatos dalt, Tibivel megíratjuk a zenét, megírod a szöveget, és fölénekeljük. Volt már egy ilyen próbálkozásunk. Csináljuk és milyen meg a jó mulat... lett. És milyen nagy sikere volt. Csináljunk egy ilyen mulatos dalt. Na, megírod a szöveget. Már kattog rajta az ember, már komolyan mondom. Még ráírsz hármat, írsz egy refrént, meg vagyunk. Tibi megcsinálja a zenéjét. Mi meg föltoljuk. Így van. Na, tehát csak a sztereotípiák.
alfa, féldisznó, pálinka. Na, sok arany, nagy autó, nagy jeep, eselmerci. Eselmerci, nagy medence, sok arany. Neked meg hát a szerencsétlen sutyom. Nem, meg nálam, meg nyilván ez a valami jön majd be, hogy itt tudom én, hogy félti mindig a favoritját, ha a kocsma előtt megburítják. Vagy valami. Tehát lehet ebbe, itt szerintem egyébként van. Megírod? Hát van ebbe tuning. Figyelj, megbeszéljük a TV-vel. Jó, csak jönnek még közben az ötletek. Dombóvári Lali. Dombóvári Roli és Dombóvári Rio. Dombóvári Lali. Nekik van közük a Pistához? Tessék? Na jó, megnézegetjük ezeket. Jó. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Hát gyerekek, gyöngyszemek vannak az interneten, tehát ez egy ilyen mulatos egy óra, amiben lassan kezdünk átmenni. Sírunk, tényleg, tehát a hírek alatt olyan dolgokat küldtek nekünk, ami hallgatóink, hogy miben érdemes még belehallgatni, hogy egyszerűen generációkkal vagyunk lemaradva. Tehát ezt nem is ismertük én nagyon. Én alig várom már ennek a megszólásnak a végét, hogy meghallgathassam a Muszáj Gyúrni című számot. Tökös Robitól. Tökös Robi. Szenzációs dolgok vannak. Komolyan. Tehát egyszer tényleg csinálunk egy mulatos napot. Egyébként tökre kellene. Csak ilyeneket adunk majd. Csak ilyeneket. Tehát a retro nap után megcsináljuk a mulatos napot, csak ilyeneket. Tehát szeretném nektek megmutatni Elmiki bulizik. Ezt nem bírom kijönni. Mindjárt játszunk itt hármasok, de ez muszáj. Merjo, természetesen. Azt hiszem, régi Elmerci talán, de tulajdonképpen mindegy is. Elmiki bulizik. Megvan? Ismeritek? Persze, ezt hallgatjuk minden reggel és este, Janival. Figyelj, ahogy indul. Kint van a pult? Kint. Nincs, várja. Kint volt a pulton? Kint van, Zsűr, nézünk. Kint van. Aha. Nem annyira. Aha, de a pulton itt van, csak a lyuk nem. Na figyelj. Telefon mutatnak, hogy kicsöng Elmiki telefonál, fölhívja. Minden nap belevágnánk fényes nappal az éjszakába. Fényes nappal egy benne vagyok, Márti. Akkor szedd össze a csapatot és a klubnál talizunk. Oké, csumi. Fényes nappal mennek bulizni, érted? Tehát fényes nappal belevágnak az éjszakába, zseniális. Figyelj. Ez még nem is rossz. Nem. Ja, a refrén kifejezetten jó. A szöveget hallgat, nagyon jó. Mekkora rímek, Most ezt nagyon érzi. Figyelj. A rímeket hallgass. Nem mondta, hogy nem jó. Gyere és gyakorolj rajtam. Igen, Elmiki bulizik. Tehát, hogy próbáld ki, hogy gyere és gyakorolj rajtam. Hát ezt valószínűleg a csajnak mondja. Így. Igen, ez a lánynak szólt, gyerekek. Nem, csak a velem nem jött volna ki, nem? Ja, aha. Gyere és gyakorolj rajtam. Óriási duma. Gyerekek, öregszünk. Elmiki bulizik, pam-pam, gyere és gyakorolj velem. Figyeld. Jó, meghívom az egyiket egy italra, amiből lett vagy 26. Amiből lett vagy 26, zseniális. Érdek egy pici keserűséget a részéről. Igen, sokba került a gácsik. Azért nem olyan erős a szövegben. Nekem jobb kedvem lesz ettől. Nekem jobb. Elmiki bulizik, pam-pam. Hátsó egyenes, balkéz, jobbkéz. Jó, oké. Akkor, amin besírtok. Jó? Ez most a csúcs lesz? Tehát ennél nincs tovább? Csóré Béla. Jó? Ezt megkapjátok. Igen. Csóré Béla, csigabiga. Aha. Jó lesz sejtésem. Szerintem nagyon. Nem lesz jó, de imádni fogod. Tessék, hangot rá, figyelj. Hogy miből lehet sláger? Ez eddig egész ügyes. Zseniális. Olyan hangulata van, hogy megölőz. Zseniális, tényleg, figyelj.
azt hiszed, hogy valami nagyon nagy dolog jön, figyelj. Azt hiszem, ismerem a szöveget. Csigamiga gyerek. Várjál még. Zseniális. Na, itt jól lehet beszélni, ugye? Csori Béla nevem. Őrület, gyerekek. És visszatérő motivum, két ismét a csigabig a gyereki. De ennek a gyerekmódokra van valami mögöttes tartalma, amiről én nem tudok? Tehát, hogy biztos, hogy kell legyen. Amit mi nem értünk? Amit mi nem értünk. Tehát, hogy ez... Na, jó van. Jó, nem tudom, hogy mi a mögöttes hát tartalma. Lehet, ez a móka után, tehát a buli utáni rosszul lét a csigabiga. Hát. Ugye, hogy gyereki, és a tej meg a vaj az aztán lenyugtatja jó, a mondjuk, gyomrot. Mondjuk én ugatok, hát a Beatrice is megcsinálta a Katica bogárkát, érted? Igen. Na jó van. Pontosabban ez... az ős bikini, hogyha jól emlékszem. Igen. Vézolik a Balatonnak még utoljára? Most már minden. Nem bírom a bajni. Jó, egy utolsó. Vézolik a Balaton. Vézolik a Balaton. Vézolik. Vézolikát látni kéne, gyerekek. Tehát látni kéne. Egy paróka van rajta. Én inkább 50 csak hallgatom. Éves forma a szemüveggel, egy fekete festett paróka van rajta, és hát a videóklip, tehát önmagában a dal és a videóklip együtt adja vissza azt a retro élményt, amit tehát érezned kell. De na, csak a dal is jó, figyelj. Vézolik a Balaton. Együnk az M7-esenek. 48 ezer letöltés, tehát ez még nem akkora sláger. De majd most. Majd most. Vézolik a Balaton. De Zolika 60 éves. Zolika. Hát gyerekek, azért Zolika. Ne nevezzük már Zolikának. Zolika, hát tényleg. Zolika ül egy régi Audi A8-ba. De még. Rózsafüzér lóg a tükrön. És Zolika egy finom 60-as, és egy fekete, gyönyörűen festett, frissen festett parókával hasít az M7-esen. Tehát így kell elképzelni a videóklipet. Hátul ül valaki, aki nincs megnevezve. Nincs, egy fiatal nincs, srác. De nekünk Zolika is elég. Basszus, hogyha Zolika a Csordás Tibi lenne, akkor ez egy fiesta sláger lehet. Árnyékom egy fűz, igen. Számban a lángos íz. Nem való, ez aha. Kimarad? Kimarad? Te figyelj! Fűz, számban a lángos íz, vízi bicikli. Nem, ez poén. Ezt ő annak szánta. Nem. Nincs ilyen. Nem, tudod mi a durva, hogy ezek az emberek boldogok? Hát, boldogabb, mint te. Ez a kettő nem zárja ki a másikat. Nem azt mondom, de hogy boldogabbak bármelyikünknél, abban egészen biztos vagyok. Egészen biztos vagyok. Te a fűzre a tűz, ez nagyon közhelyes rím lett volna? Na adjál már ilyen, most ez ilyen bárki tud. Hát de most írd meg a lángos ízre a lángos íz. Na, árnyékom egy fűz. Akarom. Figyelj. Perzsél a tűz. Igen, hűsít a tűz. Igen, perzsél a tűz, hűsít a víz. Figyelj. És ott az íz, de várjál. Nekem ez tetszik. Balaton, nekem ez tetszik. És az na is jó. Tetszik, hogy azt írja, hogy már átélte százszor, tehát ez azt jelenti, hogy évente legalább kétszer nem volt. És ez nekem szimpatikus, mert én is szeretem a Balaton. Na jó, Vézolik a Balaton. Jó van. Oké, köszönjük az SMS-eket, sajnos többet nem tudunk meghallgatni, 10-ig tudnánk, de megyünk így tovább. Van. De Jenőt már kint fogják le a biztonsági őrök, mert be akar jönni. Többen akarják némíteni az adást, igen. Morning Show. A kérdés az, hogy mit csinál most Elmiki? Most ebben a pillanatban tényleg mit csinál? Tudod, mit csinál most Elmuki?
Az ő élete irigylése mérte. Éjjel nappal buli. És a lányok rajta gyakorolna. Gyakorolj rajtam bátran, vagy mi volt? Mi volt tegnap a szöveg? Gyakorolj rajtam bátran. Atyaisten. Bali, szeretnék köszönetet mondani neked. Így indul az SMS. Kb. Két hete mondtad Janinak, hogy legyen tökösebb és vállalja fel a konfliktusokat. Hát az már régebben volt, mint két hete, ugye a sorban állásos konfliktus, igen, hogy ne hagyja, hogy arrébb lökjék. 21 vagyok, idegenekkel szemben sokszor kerültem az ilyen helyzeteket, de attól a naptól kezdve viszont egy az egyben felveszem a harcot. Azóta megharcoltam egy parkolóhelyért, kiosztottam az egyik munkatársam, de a legnagyobb dolog, amikor megvédtem a barátnőmet, amiből majdnem verekedés is lett. Sokkal jobban veszem az akadályokat, nem vagyok annyira óvatos, ami a legfontosabb, hogy magabiztos vagyok és határozottam. De jó. Ez meg nagyon fogják hangzik verni a kissza miattat. Jelenleg egy kórház intenzív osztályán fekszem, igen, ezt az SMS helyettem egy ápolónő írta be. Ugye arról beszélgettünk egy hónappal ezelőtt, hogy Jani mindig hagyja, hogyha beállnak elé a sorba, és igen, nem szól, és várjuk az embert, aki azóta nem jött, és mondtam Janinak, hogy vállalja ezeket a konfliktusokat, ezek mind az élet nagy tanítása, hogy álljon ki magáért. Az ember ne hagyja, hogy félrelökjék, legalább szólj rá, ahogy én is két napja rászóltam egy családra, mert beálltak tök pofátlanul elénk. Egy Szent János bogár nézésen. majd erről mesélek. Szent János bogarat mentünk nézni, de helyesek voltak, nem, csak nem tudták, hogy hol a sor vége. Nem bírtam ki. De aztán ott maradtak, és mondtam nekik, hogy maradjatok nyugodtan, nekem nem az volt a cél, hogy hátra menjetek, hanem az, hogy tudjátok, hogy... Ez mondd el, mert ez jól tűnik majd később. Jó, erről majd mesélek. Jól tűnik, ez jó sztori. A Szent János bogárnézés nagyon jó. Én is egyébként kerestem a konfliktust, de aztán valószínűleg az, akire vonatkozott volna ez a történet, szintén minket hallgatott, és ő viszont konfliktus kerülővé vált. Nem jött. Mert utána nem találkoztam már vele, miközben addig szinte naponta. Na mindegy, ugye erről beszéltünk, és erre kapcsolódik a hallgató SMS-e, hogy ezt ő hallotta, és fény gyúlt az ő kis fejében, és azóta ő kiáll magáért, mert hogy ugye arról beszéltünk, hogy hagyja az ember magát ilyen szituációban, és ne szóljon rá az előtte beállóra, vagy sorbálóra, vagy álljon ki magáért, és mondja azt, hogy figyelj, hát tudod, ez itt a sor, én is. Megismersz, én vagyok a vevő, aki szeretne ugyanúgy vásárolni, mint te. És látod, hogy ez csak egy ilyen kósza gondolat itt negyed hétkor, és közben ebből azóta életeket mentettél meg. Hát bizony, de milyen fontos probléma volt, amit felvetettél, és hova eljutottunk? Látod? Hogy megváltoztatod egy embernek a jellemét. Illetve hát neked még nem tudtam, mert azóta nem jött az ember, aki bepofátlankodik reggel eléd a sorba. Nem, mert a kerületet is elhagyta, sőt az országot is. Ott fut a gyáva. Ez az, nem vállalja a konfliktust. Igen. Gratulálunk, Krisz, nagyon ügyes vagy. Na, egy ilyen konfliktus helyzet megoldást kellett volna alkalmaznom. Tegnap mentem a rá. Tele vagy a héten problémákkal, ezt én úgy szeretem. Én ezt szeretem, mikor te mindig bedobsz így valamit. Hol a hét év, hol most egy újabb dolog. Én nem tudom, mi van velem, ez, de rám jár a rúd. Megyek tegnap a Fiumei úton hazafelé, ez ugye itt a rádióból, hogyha elmegyünk jobbra, akkor ott található, ez egy nagyon, általában nagyon forgalmas, ilyen viszonylag hülyén van, kanyarodó sáv, meg minden. Óriás full dugó volt, és jött a mentőautó, akinek ugye arra volt dolga, mindenki húzódott le, mint az állat, mindenki próbált neki helyet adni, a mentő ment, és mit gondoltok, ki ment mögötte? Fogadjunk, hogy egy Dacia Logan. Nem, fogadjunk, hogy egy paraszt Audis megint, egy paré Audis, egy nagy A8-assal, a kedvenc Audi márkánk most már. Lézolik a Balaton A8. Nem, Grófolyékban, de az A8, jön az A8. És egy szürke, mondom is szívesen, egy szürke A8-as, mert nagyon, én az összes ilyen sztereotípiát utálom, hogy megyünk itt, megyünk ott, megyünk amott, megyünk, de a legparasztabb a mentő után menni. A széthúzódó sorban, mikor a mentős ilyet, dolga van, és te 5 centire mögöttem érsz. Biztos, hogy egy Audi A8 volt, nem egy Audi A6? Vagy nem egy S8? Van különbség? Csak megpróbálok benneteket összezavarni. Van különbség? Megpróbálom az Audisok egy részét tisztára mosni. Nem tök mindegy. De rosszul vagyok az ilyen sztereotípiáktól. Nem akarok általánosítani, de miért megint egy Audis? Hát igen, most a sztereotípiák azok olyan dolgok, hogy azok azért sztereotípiák, mert nagyon sok igazság van bennük. Láttál te már a Wagoner Plus-ost mondjuk? De most komolyan kérdezem. Láttál mondjuk egy Wagoner Plus-ost, egy mentő után menni kihasználva a helyzetet? Figyeljetek. Úgy mond kihasználva a helyzetet. Mert ők azt mondják magukról, hogy ők szemfülesek, te nem azt mondja, hogy pofátlan bunkó vagyok, hanem én vagyok az okos, én vagyok az ügyes. Én azért nem szemfüles, csak mondom, hogyha ez esetleg valakinek nem lenne meg, hogy a mentő ott bármikor befékezhet, mert hogyha a sor nem tud szétnyílni, mert akkora a forgalom, akkor ő be fog fékezni, és az Audis a egy centire a mentő mögött menve, úgy fogja telibe kapni a mentőt, hogy öröm lesz nézni. Kikérem magamnak, írjad meg Audis, hogy kikérem magamnak, mert ha kerámia fékek vannak, és az egy S8-as. Meg tudok vezetni, mert én jó vezetek, nem úgy, mint... Nem, de nem attól vagyok rossz, hogy ebben nincs igazad. Tehát ebben igazad van.
az ilyen sztereotíp dolgoktól vagyok rosszul, hogy a paraszt Audis. Hát nem minden Audis paraszt. Hát most miért kell az összes Audis leparasztozni? Mert ez egy paraszt volt, aki ott ment mögötte. És élelmes. Amit Jani ma, nem éle, most mondtuk el. Nem, az élelmesség az nem ez. Kihasznált egy rés a pajzson. Kivételek azt, mindig vannak, de azt az a kategória, amiről a Feri beszél, az egyértelműen paraszt. Ez így, egyébként ebben igazatok van. És ezzel nem akarom megbántani senkit, aki mondjuk a föld megművelőséből él. Ez ebben igazatok van. Soha, de soha nem megyek mentőautó után. Csak előtte a szirénázik. csak a szirénázik. Csak a értelme van. Csak a hamarabb. Csak a nagyon sírénázik. Nem, most jó, ez el lehet nem röhögcsélni a dolgot, csak ez egy olyan, szerintem ez egy olyan, annyira egyrészt marha veszélyes. Van. Másrészt meg mindenki, aki segíteni akar a mentőn, de tök igazad az érte, az megy utána. Meg ez ugyanaz, mint vagy, amikor a izével a jeepesek mennek a leállósávban. Áll a forgalom a balcsin. Szálljunk le egy picit a jeepes tél. Értem én, hogy minden jeepes paraszt, minden Audis paraszt, mindenki, akinek jó autója van paraszt, de hogy azért tételezzük fel azt, hogy azért ennek bizonyos százaléka jó munkát csinál, tehetséges, figyelj, megdolgozott a pénzért, nem pénzmosásból él, nem aranyaklánca van, nem a keletinél valutázik, és nem azért vett nagy autót, mert gengszer, hanem azért vett, mert mondjuk van egy jó állás, és megteheti, de normális ember ül benne. Vagy. Tehát azért ne, de hagyjuk az ilyen típusú erőszterőt. Azt gondolod, hogy ez egy személyeskedés, de te még nem vagy paraszt Audis, hiszen paraszt roveres. Meg kell, hogy védjem őket, hát azért nem minden jeepes, nem minden Audis, nem minden BMW-s paraszt, vannak sztereotípiek, de akkor én is mindjárt mondok párat, és szatázzunk, de hogy azért ne mondjuk ezt így ebben a formában. Van, aki egy felsővezető egy komoly cégnél, van egy Audi A6-os, egyébként tök normálisan vezet. Egy dolgot tegyünk tisztába, engem nem érdekel, hogy miből vetted a terepjáródat, nem ez a baj. De minden jeepes paraszt. De nem ez a baj, hogy izéből a vezérigazgatói fizetésből van terepjáród, vagy arany izé lopásból. Az tök mindegy. Itt nem erről van szó. Senki nem feszegeti. Hát teszek rá, hogy te miből veszel magadnak mekkora autót. Meg na az de ki mondta? Te mondtad, hogy minden jeepes paraszt? Nem, valami nem, ezt nem mondtad. Ja? Ja? Mert egy kicsit úgy érzem, hogy fel kell vennem a kesztyűt, és elmentük ilyen irányba. Azért nyilván persze hatalmas igazságtartalma, vannak kivételek is, de azért az inkább igaz, hogy minden luxus suvos, illetve a legtöbb, vagy sokkal több luxus suvos paraszt, mint mondjuk Suzuki is. Na ezt én például nem így gondolom. Na ezt én például tök máshogy gondolom. Jó. Mert szerintem rátok ugyanúgy akkor igaz. Akkor te biztos nem láttad azt a képet például, ami most terjed a világháló mindenfelé. Dehogy nem. Három mozgássérült parkolót foglal el. Egy nem. De én ezzel egyetértek. Én azt gondolom egyébként, hogy akkor mindjárt iszom még egy kávét, és akkor megvédem magam, hogy... hogy szerintem minden típusra, minden autótípusra igaz egyfajta sztereotípia, de ti, akik ugye a másfajta autóval, másfajta vezetési kultúrát követtek, és inkább a Dacia Logan, a Suzuki, a kispolgári vezetés kategóriájába tartoztok, máshogy vezettek, mint a paraszt jeepesek. Mondod, de ugyanúgy a igaz rátok egy csomó negatív dolog, mint ránk jeepesekre, mert hogy szerintem nem minden jeepes bunkó, mint hogy nem minden Suzuki se bunkó, de megvan a kis mindig vannak, ezt hangsúlyozom. A kis autó sztereotípia is megvan, meg a nagy autó sztereotípia is megvan. Azt akarod mondani, hogy csak azért nem előznek a belső sávban, mondjuk dugóban az M7-esen a Suzuki-sok, mert nekik nem elég nagy teljesítmény az autójuk, hogy ezt megtegyék, ugye? Én azt gondolom, hogy ha beáll az M7-es és lemenni a leálló sávba, az a bátor. Az korrekt, az igaz, hogy korrekt, mert nem, se a rendőr, se a mentő nem tud elmenni. Az igaz, jó, bátorság, tessék. Veszélyes. Jó, akkor mondjatok, most akkor mondjatok valamit, aztán mondom én. Tehát például a vád az, hogy akkor mi kimegyünk a leállósába, a Balatonon dugó van Pest felé, vasárnap este, és megyünk a leállósába. Ez a nagy autósok sztereotíp. X6, M5, X5, X3, ML, nem sorolom fel az összeset. G-merci, mit tudom én, stb. Audi Q7. Igen. Jó. Mondjad a másikat neki. Tessék. Hát bocsáss meg, például te mikor látsz olyat, hogy egy kis autós kifelé jövet, vagy befelé menet, a körforgalomba kifelé menet, mondjuk nem indexel. Ami szerintem egy alapvető dolog, mert fáj, vagy mert sokat fogyaszt, vagy miért? Most megint az jön, hogy azért, mert jeepen van, én nem indexelek. Most azért, mert nekem nagy autóm van, én nem indexelek. Hát ez egy sztereotípia, megint, amivel meg kell védenem. Elég sokat ülök melletted az autódba, de még mindig azt veszem észre, hogy az index gombod le van fóliázva.
Még az eredeti gyári csomagolás van. Jó, akkor mondok én is kisautó sztereotípiát. Tessék, miért van az, hogy aki kisautóban ül, az népnevelő szándékkal mindig meg akarja regulázni azokat, akik egyébként nála szeretnének gyorsabban menni? Miért látod azt, hogy a Balatonon az M7-es felé egy Dacia Logan-es, egy kis Opel Astra-s vagy egy Suzuki-s neveli az egyébként mögötte 3 kilométerre feltoródott sort, azért, mert nem hajlandó kimenni a külső sávba, és ő egyébként 110-zel megy a belsőbe, és mindig lát egy kamiont, amit még éppen meg akar előzni, és a büdös életbe ezt így meglátja Fehérvárnál, ezt a kamionsort, és valahol Zamárdi környékén jön le, hogy most már nem akarok többet megelőzni, lemegyek jobbra. Miért éreztek ti kis autósok akkor ellenállhatatlan vágyat az iránt, hogy megneveljétek azokat az embereket, akik egyébként bérből és fizetésből vettek egy gyorsabb autót, nem összelopták, csak szeretnének mondjuk 130-al, ne adj Isten 135-tel menni az autópályán, tessék. Azt tudom ezt mondani, amit te mondtál az előbb, mert nekünk ez a bátorság. Érted? Nem. A négykarikásoknál az a bátorság, ugye, ami hát azért másképp is lehetne nevezni, egy más jelzővel, kevésbé hízelgővel, hogy mondjuk a leállósába hasít előre fele. Az is parasz dolog. Igen. Csak én mindig azt mondom, hogy te meg ne neveljél. Mert honnan tudod, hogy az például, aki megy... A másik. Ne neveljél. De, jaj, bennetek van. Ezt. De szeretem, ha ne neveljél. De bennetek van ez a fajta... Annyival megyünk, amennyivel nem, megyünk. Van egy rendesen, és nem. Akkor nem kell nevelni. De nem, van egy autótípus, van egy autótípus márka. A kisautósok, azok, akik hétvégi sofőrök, azok, akik úgy vezetnek, hogy nagyon vigyáznak az autóra, hátul bólogató kutya van, kalapban van, hogy ők majd megnevelik komplett Budapestet. Megnevelik a Balatonra haladókat, megnevelik a Debrecen felé haladókat. Miért kell nevelni? Miért nem lehet kimenni jobbra? Miért kell 110-el egyébként féklámpát villogtatni a belső sávba, hogy ne menjél olyan gyorsan. Mi köze van ahhoz, hogy én mennyivel megyek? Miért nem csinál ilyet egy BMW-s, aki meg mondjuk hátulról jön reflektorra? Tehát minden autónak megvan a sztereotípia, most nem olyan, hogy mi parasztok, meg ti, akik a mennybe mentek. Hát te mondod, hogy ne neveljünk, de te közben az MX-5-ösöddel villoghatsz. Én szoktam villogni, de én be... Tehát a villogás az kasa. Szerintem igen. A izé az nem kasa. Szerintem a villogás az azért jó, mert megelőzöl vele egy csomó balesetet. Tehát én akkor villogok például, amikor megyek a belső sávban az autópályán, és látom, hogy nem érzi a tempómat, és látom, hogy beért egy kamion mögé a külső sávban, és már gondolkozik, mert én látom rajta, hogy már elindul a külső sávba. Mit csinálok? Rávillogok, hogy sokkal gyorsabban jövök, vedd észre, hogy ne gyere ki, mert balesetet fogsz okozni. Ezzel nem teremtesz baleset veszélyes helyzetet? De egy nappal egy reflektorral miért teremtenél? De most nem arról beszélek, amikor a seggébe mész, hanem amikor ő még a külső sávba jön, de te már elindul befelé, te pedig jössz a belsőbe, és villantasz kettőt, hogy ne gyere ki, várd meg, amíg leelőzlek, és utána szépen tempóvesztés nélkül előzd meg a kamion. Úgy értelmezi, hogy jöhetsz. Tehát egyébként így van. Tehát ő ne jöjjön ki, mert te 170-nel mész. Nem ezt mondom. Én azt mondom, hogy 130-al mész, nem annyival. Nem, megyek mondjuk egy 140-et, mert mennek sokan 140-nel. Én azt mondom, hogy a kis autó szokott úgy kijönni, hogy egyébként a nagy autósnak kell sokszor elkerülni a balesetet, mert a kis autós mit lát, vagy egy típusú sofőr mit lát, inkább így mondom, nem a kis autóval van a baj, itt ez a kamion, megelőzöm. Mindegy, hogy mi történik, mindegy, hogy mögötte jönnek, gyorsabb a belsőség, ő ezt a kamion most megelőzi, mert ő neki ezt most meg kell előzni. Tehát többen vagyunk a pályán, annak ritmusa van, máshogy kell előzni egy autópályán, nem jön ki eléd egy ML, de kijön egy Dacia Logan, és aztán elkezdi nyomni a dudát, és integet neked. Érted? Hozzáállásnak tartom, hogy a kis autós tudja, hol a helye. Te csak leelőzgessél, te csak hallgassál. Te csak nem ezt mondom, most rám szálltatok. Hogy hívják, hogy arra szolgassál csak le a Balatonit. Nem ezt mondom, én azt mondom, hogy... Izzadjál csak a kis nyomorult autódba. 90-nel megy a kamion, menjél te is 90-nel. Nem ez, a kis autó sokszor nem érzi, mert nincs meg az a ritmusérzéke, hogy kell elengedni egy gyorsabbat, majd tempóvesztés nélkül megelőzni a kamiont. Ilyet mondjuk egy nagy autós nem csinál, mert érzi, hogy már jön annyira gyorsan. Tehát valahogy a kis autós, mondjuk egy Dacia Logan-es, vagy egy népnevelő 60 éves bácsika, nem méri föl a távolságot. Érted? Miért van az például, azt miért csinálják, hogy ha például valaki megy a belső sávba Balatonon, vagy a leálló sávba, ami nem egy jó dolog, de sose tudhatod, hogy szül, nem szül, baja van, senkinek semmi köze hozzá, ha megbüntetik, büntessék meg. Miért mindig a kisautós népnevel és megy ki a leálló sávba, úgyhogy nem engedi el a mögötte lévőt? Tessék, azt miért csináljátok akkor? Mert ismeri az érvényes jogszabályokat veled ellentétben. De én nem megyek a leállósába. De miért kell népnevelni? Érted, hogy mit mondok? Értem. Tehát kinek, ha
én állok a dugóban, és mellettem elmennek a leállósába, engem nem érdekel. De nem állok ki megakadályozni, a Suzuki is az öreg bácsikával és az öreg nénikével kiáll és megvereti magát, és beáll az X6-os elé. Mi köze van neki hozzá? A dolgot, mert te azzal, hogy villogsz, meg a fenekébe, igen? Vagy meg tombolsz, hogy ő kijött elé, te ugyanúgy nép nevelsz vele. Nem, te megelőzöl egy balesetet, és felhívod a figyelmét arra, hogy ilyet legközelebb ne csináljon. De várjál, maradjunk a leállósávosnál. Miért nép neveltek? Mert tilos a leállósávon menni. De mi között hozzá? Mert tilos a leállósávon, mert 90-nel előzni nem tilos az autópályán, vagy 110-el igen? Kis autóval. De miért kell népne? Tehát miért a kis autós, miért a kis polgár népnevel? A nagy autós meg miért nem indexel, és miért paraszt a rokkant helyen? Azért, mert ő megy a leállósávon, tudod? De az neked mi között? Hát, mert tilos. Tilos, és marhára meg fog állni tőle az egész sor. Mert de azért, ezt... mert baleset esetén, amikor például egy sávra szűkül le a izé, és egyébként valaki a leállósávon még oda bedurrant, akkor én, aki tisztességesen állok a sorba, ezt általában szopa, idős bácsik is idős nénik csinálják. Te, ne mondd ezt! De miért mész ki? De te nem én megyek ki. Aki áll a sorban, igen? A szív, amiatt, így aki van. Lemegy a leállósávba, de hogy szív, amiatt szív. De amiatt szív, mert ő tisztességesen viselkedett. De ez a baj. Nem érted a lényeget. Hát ha te beállsz a dugóba az M7-esen, ne idegesíts fel, beállsz a dugóba az M7-esen, a leállósába valaki elmegy melletted, attól te nem jutsz előrébb. Miért az idős bácsi megy ki a Dacia Logannel, és állítja meg azt, honnan tudod, hogy miért siet? Mi között van hozzá, hogy ő miért megy? Ha megbüntetik, megbüntetik. Te nem annyira szívsz, azért szívsz. De miért népneveled? De a Dacia Logger-es, mert idős bácsi is. És ennek egyébként szül a felesége, és ő azért megy a leállósába. Mi okon döntöd el? Már ki legalább egy, hogy hívják ott, egy vészvillogot vagy valami, de nincs kitéve. Tehát legalább jelezze valahogy, hogy ez egy veszély miatt történik. De ha te is úgy is állsz a dugóban, neked nem mindegy, hogy és ő mi elmegy. És hogyha valaki ténylegesen rosszul van abban a dugóban, és kiáll. Ugye nem látja be azt a szakaszt, egyszerűen igen? Csak szépen kikanyarodik a leállósába, és úgy használja a leállósávot. Tudod, mi van? Elmondom, mi van. És dír belejön egy ilyen barom. Nem, elmondom, hogy mi van. Ha kimegy valaki, mert rosszul van, majd jön a Dacia Logan, jöttök ti ezzel a mentalitással, kiálltok a rosszul levő ember, és nem engeditek el, mert nektek jogotok van eldönteni egyébként, hogy kimegy a leállósában. Az paraszt, aki a leállósában megy. Én sem azt mondom, hogy az nem egy jó dolog. De népnevelni, meg a ti típusotok kezd el. Akkor nem kell, ahogy a mi típusunk meg beáll három rokkant helyre, mert egy büdös nagy bunkó. De akkor nem kell kimenni a leállósávba, és akkor nem fog kimenni. De miért döntöd el, hogy ő miért megy a leállósávba? De okozat, tehát te kezded azzal, hogy lemész a leállósávba, én megyek ki elét, hogy megállj a leállósávban. Ki a hülye? Hát azért nem mondjuk már. Érted? Hát szerintem azért, tudod, szerintem népnevelő jelleg. Mert az MX-5-ös ott megy, ha már ilyen sztereotípiákban beszélgetünk. A Logan-es azért megy ki, mert az MX-5-ös ott megy. Ha nem megy ott az MX-5-ös, nem áll ki a Logan-es. Uh-huh. Ennyi. Jó, nem tudom, mindegy. Szerintem leállósában menni parasztság, népnevelni legalább ugyanakkora. Ha sztereotípiákról beszélünk, akkor ez egy kis autó sztereotípia. Mint ahogy egyébként én azt se értem, hogy ez a külső sávban nem lemenés a városba. Tehát ez vagy a párhuzamosan menés egymás mellett, az a Lágymányosi hídon, vagy a Szerémi úton, hogy megy két autó egymás mellett párhuzamosan, és akkor két kis autós ott öli egymást, vagy versenyeznek, és a papa beáll párhuzamosan a Szerémi úton, és mennek 13 kilométert egymás mellett. És mögöttük meg 4 kilométeres sorban. Ez is egy kis autó sztereotípia. Az egy kezdődő gyorsulási verseny, csak egymásra várnak. Mikor lövik erre rajtad? Én nem tudom, tehát hogy minden autósnak megvan a sztereotípiája, ebben tök igazatok van, de rátok, ha most mi bunkó jeepesek vagyunk, mert ugye most akkor bennünket így hívtok, akkor én azt mondom, hogy ugyanúgy megvan a Logan-esre, a Suzuki-sra, az Opel Corzásra, a BMW-sre, az X6-ra, az M-re, tehát mindenkinek van, mindenki utál mindenkit, és mindenkinek van sztereotípiája, nem? Ez igaz, csak a tiétek, igaz itt, amiénk uh-huh. meg nem. Tehát... Most még gondolkozom, hogy még mit tudnék mondani egyébként. Hát... Elfogyott a lőpor, mi? Nem, én például, utálom azt, hogy azt mondják, hogy a bungó jeepesek beállnak helyre, rokkant helyre. Azért, mert általában ők állnak oda, így van tényleg az ML, az X6, de hogy azért nem mindenki áll oda. Tehát én nem állok rokkant helyre, és nem járok. Kivételek mindig vannak, és tényleg ezek az emberek, akik ilyen értelemben mondjuk tudják, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, meg tiszteletben tartják a szabályokat, azok ne is vegyék magukra, tehát azok ne is írjanak, és ez nem is rád vonatkozik. Én még soha nem láttalak téged szabálytalan ilyen helyen parkolni. Nem csinálom. Tehát, sőt, hogy... rettegek, ötször megnézem, mert ha lefotóznak, nem akarok a Hajdú Péter sorsára jutni. Nézd meg, nézzétek meg, látjátok ezeket a képeket, vannak ilyen internetes portálok, ahol
lehet látni, ahol felteszik, vagy ahova felteszik ezeket a képeket, hogy az esetek 99%-ában valamilyen luxus kategóriás autó az, aki letolja a rokkant parkoló helyet. Amikor még izével mentél kis polákkal, akkor igen, milyen voltál? Akkor népnevelő, vagy azzal is nyomultál már? Halálfélelmem volt. Hát nem, az M7-esén inkább vonattal mentem, leraktam a kis poszkimat a délibe, azt mondtam, hogy tesó, te itt maradsz, nem jössz velem, mert tudja, hogy Zamárdinál vagy Agárnál meghalnál. Fölültem a délibe a vonat, hogy lementem Siófokon. Hát vagy felraktad a vonatra a kis polákot is. De népnevelés az, hogy én rávillogok valakire az autópályán, aki százzal megy a belső sávba, és nem megy le, mert szerintem nem. Tudod, mi az a villogás, hogy vigyázz, jövök, húzódj le, ebben nincs baj. Na de ez nem arról van szó, hogy kiló 30-al megy, te meg kiló 50-nel, és le akarod, hogy hívják? Nem, mert sose egy ilyen kalapos, bólogatos idős papa nem megy kiló 50-nel. Ő százzal olyan magabiztosan megy le Zamárdig az Osztyapenkótól a belső sávba, hogy letöri a belső tükröt, hogy ne kelljen belenézni, és bekapcsolja a ködlámpát. És bekapcsolja a ködlámpát. Ez még a régi hetes. Miért mentek ködlámpával? Miért általában arra a típusra jellemző, amit most ti képviseltek mi bunkó dzsipesek ellen, hogy városban fényes nappal beértetek, nincs köd, egész nap esőbe ködlámpát. Nem tudjátok kikapcsolni azt a rohadmányos ködlámpát. Megmondom, mert van rajta. Na ez az, tudod, mit látok? Beültök, megnyomtok minden gombot, mint egy karácsonyfa, és mentek ködlámpával. Soha nem a bunkó dzsipes megy ködlámpával. Ez is egy sztereotípia, de így van. A kis autó, az idősebb ember, a dacsiás, a Suzuki és az Opeles, sokszor nem kapcsolja le a ködlámpát. Én megőrülök a működő ködlámpától, és agyvérzést kapok, hogy miért nem kapcsolja le. Miért kell nekem megvakulnom azért, mert megnyomtál mindent azon a rohadt karácsonyfa izén a kijelző. Ebben azért vitatkoznék veled, mert én nem egyszer láttam már olyan halogénekkel felékszerezett terepjárókat, amik ott hasítanak, alig várják, hogy köd legyen, hogy felvillantsák az Omega koncertek fénytechnikájára emlékeztető világításukat. De az akkor a városban is van, amikor nincs köd. Igen, csak a ködben látványosan. Ja, az igaz. Na mindegy. Hát jó. És mi van hozzátartozó volt, tessék? Jaj, ne kezdjük már jaj, ezt meg fülni, mert te... Mi van, ha a felesége feküdt a kocsiba, és ő egyébként... Nem a felesége. Nyilván nem paraszt az, van, az ilyen, ő, persze. Ő érte jött ki a mentő, csak mondta, hogy én inkább Audival megyek, nem ülök be. Gyerekek, úriember vagyok, a Honvéd kórházban csak S8-al megyek. Így van, viszont nem. Menjenek előttem, csinálják nem. Az utat. Rohadt nagy bunkó az én, ebben egyetértek. Biztos a szülőfeleség miatt. Francok, hogy kijött az A9-es, azt rohant a szalomba. A9-es. Jézusom, te szaki. 7:30 pontosan 5 perccel. Na, tessék, írjatok akkor pro és kontra, jó? Ki, milyen autótípusra, mi a jellemző sztereotípia, melyik autótípus, mit csinál, fiatal, idős, nagyon idős vezető, ugye nyilván mindenkire vannak ilyen igazságok, hogy vezet, milyen típusra, milyen sztereotípiák vannak. Morning Show. Morning Show. Mondom, ne idegesítsél. Nekem itt van vége. Kedves hallgatók, marhára sajnálhatjátok, hogy nem hagytuk bekapcsolva a mikrofont. Azt igen. A reklámtartalom miatt én nem beszélgetek többet veled, mert én... az, mert ne haragudj, de egy ilyen most leszögeltél. Te még itt vagy, Balázs? Én mint bunkó, persze, itt vagyok, igen. Az az érvelésed is ilyen, pontosan ugyanolyan, mint ahogy vezet. Jó, összeszedtem kicsit a gondolataimat, tessék, kérdezek még néhány dolgot, jó? Mi a baj? Mielőtt SMS-ekkel foglalkozom. Hogy mi a baj? Hogy parasz gyipes vagyok, nyilván, aki összelopta az autójára a pénzt. Így van, az vagyok. Hiszen minden gyipes mafiózó, nem? Igen, mi a baj velem? Hogy egyébként tudod, hogy nem szabad. Tehát, hogy te érted? Hát eleve vörös diplomával kaptad meg ugye a jogosítványt. Még mit nem szabad? Ideje. Nem közlekedem szabálytalanul. Néha elnézek egy-egy parkolást, amikor rohadt módon alánfestenek egy autótól elzárt területet. Basszus, ilyen van. De hát ez egy ilyen város, ahol az ember alá festik. De akkor mondok más, tessék. Csak hogy az autó sztereotípia, mielőtt szemezgetnénk az SMS-ekből, pro és kontra egyébként nagyon sok van. Ki így gondolja, ki úgy, mindjárt megnézzük. Miért csinálja a kisautós azt, el tudom mondani a választ, de szeretném, ha önkritikát gyakorolnátok, és ti mondanátok el a választ, hogy megy mellettem. Igen. Ő megy a belső sávba, én megyek a külső sávba. Tök mindegy, de legyen fordítva. Megyek a külső sávba, megyek a belsőbe, na, ő megy a külsőbe. Ez a reális. Kiteszem jobbra az indexet, hogy a belsőből szeretnék kimenni a külsőbe, erre elkezd gyorsítani és nem enged be. Tessék, ez miért a kis autós csinál? Miért fáj neki az, hogy én nem sokára készülök elé bemenni, és elkezd versenyezni, Istenem, és nem enged mert be? Istenem, a nagy autótokkal mindig beengedtek mindenkit. Hát előbb, előbb nem kezdek el. Tudod, miért gondolom azt? Te dúlódsz be a nagy autóddal a sorba. Nem, de én indexelek. Hol? Hát most mondd el, olyan, hogy még rajta.
ne, van az index. Ha sávot váltok indexek, tudod miért csináljátok? Elmondom miért csináljátok, mert tele vagytok komplexussal. Tele vagytok komplexussal, és nektek fáj, hogy valaki be akar jönni elétek. És tudod, mi történik? Elindul a lánymenyős hídon egy ilyen verseny, és mondom, engedj ki, leszeretnék fordulni a budai oldal rakpartra, nem akarlak megelőzni, csak szeretnék bemenni egy indexel, és végig ott megy mellettem, tartja, lobog a haja, érted, nyomja. És akkor mit csinálok? Visszafékezek, és bemegyek mögé, és azt mondom, hogy jó. Olyan embert, akiről köztudomás, hogy meg se fogja köszönni. Na, az nem én vagyok. Én gyűlölöm, ha valaki nem köszönöm meg. Én nem, ja, jó, csak mondom meg, kicsit úgy hallatszik. Azt ismeri, hogy nem. Ismeritek, tehát, hogy beengeded, ismerem. Igen, odajön, igen, tettél egy szíveséget, beáll el, rosszul, és megy tovább. Rosszul vagyok tőle. Legalább szívesen jó napot kívánok. Az a javaslatom a lágymányosi hiddal kapcsolatosan, hogy talán nem kéne levillogva az egész sort végigelőzni, és egy centivel a lehajtó előtt bekanyarodni. De nem a erről beszélek. Autós elé, hanem időben be kell sorolni. De nem erről beszélek, hogy megyek a buszsávba, és aztán miért nem engednek be. Lágymányos híd, két sáv. Megyek a belsőbe, átmegyek Pestről, Budára, szeretnék a budai alsórakpartra lekanyarodni. Kirakom az indexet, jön mellettem egy általában kis autós. Addig nem zavarta, hogy mellette megyek, abban a pillanatban, hogy látja, hogy be akarok jönni, gyorsít. És elindul a verseny, és mondom, hova? Hát csak nem akarlak bántani, csak szeretnék lekanyarodni a rakpartra. Ilyet a nagy autós nem csinál. Miért csinálod? Mert komplexusos vagy. Nem. Azért, de hidd el. Azért, mert megijeszted. Mitől ijesztem meg, hogy leszeretnék menni a rakpartra? A Skywalker X-szárnyúja mellett megjelenik egy csillagromboló. De abban a pillanatban persze, hogy becsokizik. De akkor, és elkezd versenyt, én becsokizom valakitől, becsokizom mennek a nullás egy kamionostól. Tudod mi, csak fékezek és gyere be elém. A becsokizok, nem tudod mi, nem. A becsokizás nem egyenlő a versenyzéssel. Az, aki versenyzik, az nem csokizik be. Tudod mit csinál? Neki ez egy presztízs harc, hogy kér oda a rakpart lekanyarodóhoz. Ő vagy az a bunkó jeepes. És akkor azt mondom, hogy jó, oké, barátom, nem fogok versenyezni. Fékezek és bemegyek mögé, de nem azért akartam lehagyni. Azért akartam lejönni, hogy le tudjak menni a rakpartra. De mit csinál? Nekiáll versenyezni. Mint ahogy egyébként a buszsávban, pedig az X6 megy. Ebben is igazatok van. Tehát, hogy egy autóval előbb, vagy egy autóval később érzve abba a sorba, akkor mi van? Hagyjad, ezt kérdezhet... hagyj menjen. Na de ezt kérdezem én is, hogy miért zavarja, ha bemegyek elé? Na mindegy, nézzünk SMS-eket. Balázs, haladok 130-al utolélek egy kamiont, miért én esek ki a ritmusból, aki szabályosan közlekedik? Azért, mert villogsz is 140-nel jössz, nem utálom a nagy autósokat, irigylem. Egyébként igazad van sok mindenben, viszont annyi szülés nincs, mint villogó sofőr. Ez is igaz. Hát van egy népesség rabarázs, úgy látszik az ország. A szabályok betartásával megtiszteled a többi autóst. Tessék, imádni való, amikor elkezded előzni, mellé érsz, és akkor elkezded nyomni a padlógázt. Tehát erről beszélek, hogy szerintem ez egy teljesen sztereotíp dua. Vagy sztereotíp dolog a kisautósokra. Miért zavar a ködlámpa nappal, Balázs? Kérdezi valaki. Semmivel sem zavaróbb, mint a villogásod az autópályán. Miért akarsz népnevelni? Tehát valakinek egy reflektoros villogás az ugyanaz, mint éjjel-nappal ködlámpával de menni, számomra nem teljesen ugyanaz. Bocsánat, de elfogadom, abszolút. De egyébként ez a nem tudod megelőzni, és rálép a gázra, ez ugyanúgy igaz a nagy autósokra is, mert hányszor fordult már velünk is például ugyanez elő, hogy zavart az, hogy a kis autó gyors, vagy gyorsul, vagy menne. Na nehogy már a kisköcsök leelőzzön. És ő elkezdi nyomni. Én azt gondolom, hogy persze nyilván vannak ebben igazságok, de a kisautó sokszor, az nem, mint a kiskutya, aki mindenkire ugat. Megelőz, mert... és visszaelőz, utána pedig beáll ugyanarra a tempóra, amin az előtt volt, ami miatt te megelőzted. Ez tökéletesen így van, ez csinálja sokszor nagy autó, de szerintem többször csinálja a kisautó. Összekever a szabályokat, a lehetőséget a parassággal. Balázs, nincs jogod villogtatni, mert sietsz a 130-al megengedett max, pedig a kötelező minimum. Tolerancia. Ide egy népnevelő. Balázs, tök igazad van. Írja egy hallgató. Csak nem írja meg, hogy miért. Hát, az neki mindegy. Csak így igazad. Így van. Minden autós tököljön meg. Hajrá, bringások. Balázs, 135-tel nem mehetsz az autópályán, üdv rendőrség. Szeretettel köszöntjük Önöket. BMW-n van, reggel munkába jövet, elengedtem egy gyalogost, a Suzuki is meg ledudált, hogy mit csinálok, és elment mellettem, miközben a gyalogos ment a zebrán. Kérdezi valaki, ez ugye nem nagyon veszélyes, hogy a külsőben megállsz, elengeded a gyalogost, aki jobbról lép be, és a belsőből igen. Valaki megérkezik. Igen. Mi van, a hozzátartozó utazott? Kérdezi valaki. Hát erre kicsi az esély. Egyébként. Akkor sem. Egyébként csak halkan jegyzem meg. Akkor se csinálhatod. Sajnos ez az igazság. Nyilván, ha nekem is a családom a baj lenne, lehet, hogy én is mennék utána, de elméletileg nem csinálhatod meg. Igen. Kevés a valószínűség. Balázs, igazad van, tessék, van ilyen SMS is. A kisautós népnevel, nem érzi a forgalmat, nincs tapasztalata, a nagy autóról nem érzik a sebességet. A fordosok villognak, én sávot váltok, ha Suzuki megy előttem, kérdezi valaki.
Balázs, általában kis autó, a tiédnél csak kisebb van. Ja, Isten. Ezek, hogy megőrülök ezekre a sztereotípeket. De most tényleg, ne idegesítsetek. Nem, ez poém volt, és nem is akármilyen. Sima ötszemélyes, még ha hétszemélyes lenne, sima ötszemélyes, 3,5 tonnás autón van. Tehát, de hogy is nem. Anna, csapjál már szét a fiú között, egy hallgató. Balázs, ha felhívsz, elmondom, miért gyorsít a kisautós. Tudom, hogy miért gyorsít a kisautós. Tudjuk, mert kicsi neki. Tessék? Mert kicsi neki. A kiskutya miért ugat meg minden nagy kutyát? Hiába, ugye? Nem. Igen. Mert így kompenzál. Az Alfáról nem volt szó. Az egyik barátommal történt, autópályán nappal napsütés, ködlámpa, a rendőr megállítja, kérdezi a rendőr, tudja, hogy zavarja maga előtt haladót a ködlámpa? A válasz nem, mert nem szoktam magam előtt haladni. Peti. Peti. Feri, ha te kiállsz a leállósába elém, az ugyanolyan önbíráskodás, mintha én ezért felpofozlak. Durva, de valójában egál. Nem egál, mert te a két végpontról beszélsz, amikor én kiállok, és amikor fölpofozol. Ez lehet, hogy egál a te értelmezésedben, viszont azt elfelejted, hogy én azért állok ki, hogy te ne menj előre. És nem az a bajom, hogy te előre mész, hanem az a bajom, hogy a mentő nem fog odaérni egy haldokló emberhez. Ez egy nagy kamu. Nem. Ez egy büdös nagy kamu. Ez az igazság, ez egy ha kamu. Esetleg nem lenne világos. Elmondom, hogy miért kamu. Ez az ember nem azért áll ki, hogy megvédje a mentősöket, ez az ember azért áll ki, mert csupán önérzetből egyébként zavarja, hogy nehogy már odaérjen előbb. És ha én dugóba állok, akkor dögöljön meg a többi ember is. Én kell, ha dugóba állok, nekem tök mindegy, hogy kimegy a leállósába, sose állnék ki, mert nem érdekel, nekem úgyis ott kell állnom. Érted? Tehát, ha most nekem rossz, neki legyen rossz, de hogy is oldja meg, büntessék meg, a hülye barom boruljon az árokba, tök mindegy. Én nem fog azért kiállni, mert ha én szívok, szívjon ő is. Rossz a mentalitás. Miért? Ha én szívok és más szív, akkor nekem könnyebb szívni? Akkor nekem jobb érzés szívni, ha tudom, hogy a mögöttem lévőt szívatom? Dehogy is. Hát a szívok, majd este hazaérek, ha ő meg paraszt, menjen. Érted? Érted a mentalitásbeli különbséget? Értem a mentalitásbeli különbséget, azt nem értem, hogy még kell a leállóság. Jó, aki ott megy, egy bunkó, de sosem népnevelni. Ebben a formában legalábbis. A bunkóság nem márka és típus függő, a nagyobb autó hatványozottan növeli a lappangó parasztságot. Lehet benne valami. Az új terepjárókon gyárilag nincs is index. Ezt gyikus küldte. Igen. Én a bunkó villamosvezetőket rühellem, legutóbb is ráhúzta a kormányt a kettes villamos közötti áthaladó rendőrautóra. Bocsánat, a két villamos közötti áthaladó rendőrautóra, üdv Gábor. Klasszik eset. Igen. Na jól van. Oké, lezártuk ezt a témát. De minden kis autós. Igen, de mi tudom, minden jeepes bunkó. De minden jeepes bunkó. Morning Show. A Klassz FM. Képzeljétek el, voltam Szent János Bogár nézésem. Hogy parancsolsz? Jaj, azt hittem, hogy valami szemölcsöl. Hallod, voltam le szemölcsöl. Szent János Bogár, de jó. Szent János Bogár nézésen voltam. Csak akarok róla két mondatot beszélni. Több szempontból is tanulságos a dolog, de van megint egy emberi vonás, amiről már tegnap félig meddig beszéltünk, de én nem nagyon tudom megérteni, de majd is segítetek. Hogy a Szent János Bogár arról néz ki, hogy elmehetsz az Alcsúti Arborétumba. Aha. Felcsút mellett. Igen. Alcsút. Megnézted a stadiont is. Integettem. Szép, igen. Ott mész egyik, felcsút, stadion, alcsút. Alcsúti arborétum. Nem felcsút, középcsút, alcsút. Nem, majdnem alcsút, alcsút, nagyon alcsút, legalja. És este 9 órára van meghirdetve a Szent János Bogár nézés az arborétumon. Én azt hittem, hogy oda megyünk, van egy túravezetés, még 6 családdal ott tudod, elkolbászolunk az erdőbe. Mondjuk az este 7-nél kezdhetetek volna gyalogolni. Nem, az este, ne, este 9. Ott vannak a bogár. Este 9. De jó. Este 9. Nem túlzok, ott volt kb. 1000 ember. Olyan volt, mint egy Kiss Forever Band koncert, mondjuk 2000 ember. 1000, tök mindegy. Van egy túravezető, aki elkezd kiabálni, hogy fölveszi a sárga porot, kezdjék el követni, és megindul 1000 ember, gyerekek, felnőttek, fiatalok, idősek, ki boros pohárral, ki kólával, ki 2 literes kannába hozza az üdítőitalt, hogy jól érezze magát, elindultok Szent János Bogarat nézni. Ez tök jó hangzik. Hát ez valami szenzációs program egyébként. Ugyanúgy kell elképzelni, mint az idegenvezetőt, a csoport elejét. Ő megy elő. Vagy esernyőt így tart. Van. Így van. Ő megy elő, fölvesz egy pozíciót, hogy ne térd le az arborétumba sehol, mert eltévedsz, és nem találsz vissza, mert rohadt nagy az egész, de egyébként gyönyörű, és ha ott elkolbászolsz valamerre, ne
Csendet kérünk, senki ne beszéljen. Jó. Kit ott repül? Ha, ahogy... Ott az, az talán az, jelent csak a stoplapa. Jó, mehetünk tovább. Ahogy mondta, hogy csendet kérünk, és akkor irány követni, elindult a morajlás. Ki a sorba, ki a sor mellé, ki a sor elejére próbált beállni, hogy egyet vegyen magának. Mindegy, nem is ez a lényeg. Elmondták, hogy lehetőség szerint ne fényképezzünk, meg ne használjunk nagyon telefont, meg az elemlámpát se szeretik, most megbottunk valamibe, kapcsoljunk föl, de ne legyen, Józsi, hol vagy itt? És mit az erre közelben világítasztat? Mert ugye elijeszti őket. Ja, azt hittem, hogy félértik a Szent János bogarak, akik párzat szeretnének, és rászállnak, és azt hittem, hogy igen, egy hatalmas potens. Ugye, maga a rajzás az zseniális. Tehát ez egy akkora élmény, hogy mész egy sötét erdőben este, mit tudom, másfél órás a túra. Az ezer ember rajzása? Egyrészt az ezer ember rajzása, és ugyanaz a csoportdinamika leképződik ilyenkor, mint az osztálykiránduláson. Előr mennek az idegenvezetőt nagyon szorosan követő, kicsit az eltévedéstől félő szülők és gyerekek néma csöndben. Vagy az eminens van ott. Az eminensek, akik elkezd beszélni a csoportvezető, és elkezdenek, tudod, így csicsegni, hogy maradj csöndbe. Ha magát nem érdekli, menj el hátra! Ugyan annyit fizettem a jegyért, mint maga. Van ez a típus. Hátul pedig, hát mi is a hátsó csapatot. Leghátul pedig sevesieik omcétrépákkal múlatják. Hátul pedig, tépkedték a leveleket a fákról. Hátul pedig Benny, Viki, Bali, és még néhány nagyon jó fej fiatal, akikkel ott összeakadtunk. Társaságok egyébként, 20-25 év, 30 éves srácok, barátok, barátnők mennek. Gyönyörű a dolog egyébként, egyszer csak beérsz egy sötét bokros részt, és elkezded nézni, hogy ezek repkednek. Nagyon-nagyon-nagyon szép, tehát ilyen nagyon misztikus, meg gyönyörű, pici, apró kis bogárkák, s számos rejtély van ebben a dologban, de maga az, hogy ott sétálsz a gyerekeddel az arborétumba este 10-kor, és ő fogdossa a Szent János bogarakat, nyilván 30 ezer forint darabja, és egyet se lehetne. Ja, igen. Ott van egy. De mire odaértek a túra végére, már többeknek az üres boros üveg meg van töltve, mint a Pitch Black 22 éves Söktétség című Vin Diesel filmben, meg van töltve, világítok is Szent János bogarakat, és rázzá. Figyelj, kiderült egyébként, hogy a hím az repül, és a nőstény ül a bokorban. Na most, amikor tudod, a Bennyt kitépi a kezedet a kezedből, vagy a kezét, és berohan, és fölvesz egyet, és hozza a kezébe, hát mondod neki, Benny, tedd le, hozzanyugodt. Benny, nem szabad élni. Tudod, megbeszéltük. Gyors, tedd le, gyorsan. Én is láttam még olyat közelről, de ne hozd ide. Később ott hozd. Ügyes vagy. Kijöttünk egy ilyen tisztásra, annyira cuki. Ilyenkor a gyermeki varázslat a legnagyobb, hogy miket tudnak nézni. Felnéz az égre benne, és azt mondja, nézd a puci, mennyi van az égen. És a csillagokra rámondta a következő. Elindultunk, fél nagy társaság, mindenki nagyon nevet, Benny bemondja, persze, ezért szétpuszilgatjuk, nagyon cuki. Megyünk, elmentünk egy olyan részen, hogy jönnek az autók. Ott is világítanak, hogy azok a lámpák. Nézd a puci, ott vannak a bokorot, uh-huh. A négy autó. Igen. Elmegy, de hát ezen besírt. Mert egy idézés, hogy bácsi, és világít a bácsi popsi. De fia, annyira cuki, nem mondom, Benny, mondtunk neki, Benny, nem azok autók. Na mindegy. És hozott egy bogarat. Amire ki akarok lyugadni ebből az egész történetből, hogy milyen szép volt, de nem is az enyém, hozott egy Szent János bogarat a kezecskében, semmi baj nem lesz a bogának, tehát se nem hal bele, se... És amikor így csinált, akkor se. Szép volt, Benny, tudod, és meghalt négy bogán. Hozott egy bogarat, és én meg akartam nézni, hogy néz ki egy Szent János bogár, én nem láttam még. Internet? Nem. Érde? Igen, de nem, ő fogta ugye, hogy van egy világ, tudod, egy gyereknek, egy 4 éves gyereknek, hogy van egy világító kis bogaracská, és az ő kis barátja, és megbeszéltük, hogy majd a bejáratnál elengedi, mert ugye akkor vissza kell engedni az anyukájához nálunk, ez a duma. Aha. Engedd el, mert várja az anyukája. Ezt most még elhiszi és elengedi. Egy év múlva ezt már nem fogja. És fogtam az elemlámpámat, vagy illetve a telefonomat, és megfogtam, és fölkapcsoltam az elemlámpát egy pillanatra, és rávilágítottam a gyerek kezére, hogy mi van benne, tud, hogy néz ki egy Szent János bogár. Mögöttem önkéntes rendőrék. Abban a pillanatban, hogy jobbról-balról egy természetvédelmi őr. Puskával. Jó napot kívánok. Mögöttem önkéntes rendőrék, család. Azonnal osd el az elemlámpádat. Mondom, nyugodtan menjetek tovább, mondom, nem kell szívinfarktust kapni, mondom, senki. Légy szíves, megkértelek, azonnal osd el az elemlámpádat. Mondom, figyelj, de ne önkéntes rendőrködjél, mondom, nyugodtan menjél tovább, semmi baj nem lesz a bogárnak, a családod, senkinek, megnéztünk egy bogarat, hozott valamit, de légy szíves, nagyon szépen kérlek, engedd el, és olsd el a lámpádat, nagyon szépen kérlek. Hát figyelj, hogy,
hogy ez hogy? Mondtam neki, jó, mondom, nyugodjál meg, sétáljál szépen tovább, mondom, fogd a gyerek kezét. És a megoldás több szex. Menjük. Tovább mondom, most... Találjatok ismét egymásra, sokkal boldogabbak lesztek, és kiegyensúlyozottabbak. Ne most, igen, most hagyd abba az önkéntes rendőrködést, ne járasd le magad a gyereked előtt, mondtam neki. Én akkor ilyen nagyon halkad, nagyon intelligens, nagyon finom, neked se jó, hogy mondom, saját gyereked előtt járatod le magad, mondom, légy szíves, menjük tovább, senki nem fog belehalni, mondom, megvilágítottunk egy bogarat, egy pillanatra, az idegenvezető, megmondta, hogy nem lehet elemlámbát használni, légy szíves, kapcsoljátok ki! Itt egy másik. El tudom képzelni, hogy pont ugyan ez a... És beesett egy vízes áron. A sötét. Itt bekapcsolódott Viki is a beszélgetésbe egy más mederbe terem. Na, itt fordultam volna a sarton, és elkosszáltam volna arra a gyerekkel. Gyere, menjünk! Hogy, anyunak most dolga van. Hogy ezt nem, ez számomra teljesen felfoghatatlan, az ilyen típusú, teljesen céltalan. És itt nem arról van szó, hogy egy égő fejlámpával a homlokodon berohantál Szent János bogarat fogni, utánad a gyereked és a feleséged, és bokorba csörtetsz, mint egy vaddisznó, zúztál halálra ezer Szent János bogarat, hogy miért visz erre? Vagy milyen véna kell ehhez? Mögöttünk jött egy társaság, ők is nagyon röhögtek, meg utána mindenki, aki elemlámpát kapcsolt, legyen szíves lekapcsolni a lámpát, szóltunk oda, tudták, meg nem tudták, hogy ki az, és mindenki lekapcsolt. Tehát elindult egy után, mert ezért nagyon jól szorakoztunk, de ez a család, ez tiszta erőből a nő, a férfi, és egyébként egy 6 éves, nagyon helyes kis forma gyerek, népnevelő jelleggel, igazidűből, igazából felháborodva elkezdtek olyan durván önkéntes rendőrködni, hogy én ilyenkor mindig nagyon finoman teszem őket úgy helyre, hogy egyébként ne bántódjanak meg. De hogy milyen véna kell ehhez? Hát ez a... Elkezdenél valakit így nevelni, vagy felszólítani, és amikor azt mondod, hogy jó, le fogjuk kapcsolni, nem kell, semmivel nem lesz. Az idegenvezető megmondta, hogy nem lehet, és légy szíves, most azonnal, és hallod a pasin, hogy ő ezen düböl felhúzta magát, majd bekapcsolódik kicsi felesége, és két önkéntes rendőr esik neked egyébként, és nem azt nézik, hogy nézd milyen szép, nézd milyen jó, hanem megy. Mert nem tudják nézni a rohadék elemlámpától, tudod, de várj, hogy az elemlámpa nem ez volt, hogy Benny! Hol vagy? És világítottam, a tenyerébe világítottam, egyébként többen megtették, valaki fotózott, hát ez semmi baj nem van. Van ilyen. Van ez a hogy ez az önkéntes rendőri véna, ezt nekem egyszer valaki megmagyarázza. De ha hogy te ez... lettél volna Dezső, a biztonsági őr, akinek a füléből nő ki a csúkjás izma, akor biztos nem mondta valakit. Kapcsolj le! Mit tetszik mondani? Akkor figyelj, de tudod mi van? Ilyenkor ott vannak a földön, nem akarsz rájuk lépni, levilágítasz egy pillanatra, megnézed, hogy hol van kikerülőd, nem ettől lesz bajuk, az idegenvezető csoportvezető. Hát a sötétben is látod, hogy hol kezdődik. Persze, igen, elmondta, hogy lehetőleg ne, ha valami a kezünkben, Szent János bogár, világítsuk meg, Szarvas bogár, fogjuk meg, tegyük le, mentsük le az útról, mert ugye ott van egy csomó állat. És... tehát ilyen fokú megkeseredést, vagy ilyen fokú, én nem is tudom, hogy ennek mi a lélektana, utána még erről nagyon sokat beszéltünk, amellett, hogy nyilván hangosan nevettünk rajtuk szegényeken, utána ők azért lemaradtak, nem tudtuk megállni. Nem is értem miért. Hogy ez mi? Megkeseredés? Elkeseredés? A saját fura. Életed egyfajta sikertelensége? Népnevelés? Önkéntes rendőrködés? Tanári véna? Vagy rendőri véna? Vagy ez mi? Van ilyen. Nem hagytam, meg nem hagytuk, hogy elrontsa. Nem. Tehát nagyon finoman bánták ők azt meg elég hamar, hogy elindították ezt a beszélgetést, de énkor tudom, minél nyugodtabb, vagyis minél intelligensebben csinálná őt, ez annál jobban bántja. De hogy milyen véna kell? Szólnátok valakinek, ráadásul így, ne haragudj, légy szíves, jövünk mögöttetek, abban semmi nincs, de hogy mondom, ez egy másodperc volt. Ezzel sincs semmi baj, de amikor érzed, hogy ez nem az elemlámpáról szól, hanem van mögötte valami olyan frusztráltság, amivel ő meg akar téged nevelni, ami megmagyarázhatatlan. Ami megmagyarázhatatlan. Csak a gyereket sajnálom, hogy úristen, szegény gyereknek még 20 évig ezbe a családba kell lenni, mondta, jó Isten. Még a télen voltunk egyszer egy templom látogatáson, és hát ugye köztudott, hogy nincsen túlságosan sok hajam, és a templomban nem volt fűtés egyébként. Aha. És hozzáteszem, az idegen vezető, aki ott nőtt fel, ott minisztrált, ott bérmált, oda jár áldozni minden hétvég. Tehát, hogy gyakorlatilag egy helyre ugyanúgy sapkába volt, mint én. Oda jön hozzám egy néni, és azt mondja, hogy én se templomban leszokás venni a sapkát. Mondom, tetszik, az a baj, hogy agyhártya gyulladást fogok, de hogy egyébként tényleg, ha már leveszem, de tetszik tudni mit? Én leveszem, menjen már oda, legyen szíves, és mondja már meg az idegenvezető úrnak is, hogy vegye már le a sapkát, mert akkor az is tiszteletlenség részéről. Néni, oda ment, az idegenvezető azt mondta neki, hogy kezdőcsokolom, tetszik tudni, ebben a templomban nálam nagyobb hívő nincsen. Igen. Én itt kezdtem a pályafutat, ide járok minden. Hogyha én itt 30 év.
De hogy egyébként köszönöm szépen a jó tanácsot. No. Egyébként meg nekem sincsen haja. és picit félek tőle, hogy annyi. És tudod, hogy minek? Igen, de a tegnapi témához rákapcsolva, ez de a típus közben, nevelnek várjál, téged az úton is egyébként. Közben, ő az, aki a Logannel, meg a Suzuki-val egyébként megnevel. Nem kezdem el, de hidd el, hogy meg akartam nézni, hogy milyen autóval jöttek, mert ehhez az emberhez tartozik az a fajta kocsi, aki egyébként lehet. Bárkit elkezd nevelni az úton, mint önkéntes rendőr. Lehet. És láttam rajtuk, néztük őket egy ideig, hogy nem az bogarakat nézik, hanem a gyerekkel is két emberre azt nézik, hogy ki mit csinál. Elmész Szent János bogarat nézni alcsútra, és nem a bogarakat nézed, hanem nézed, hogy világít a lámpa, morgolódsz, ott is be van egy kapcsolva. Miért nem kapcsolja meg? Érted? De hogy ő már hogy milyen élete ő lehet ennek? Várja. És várja, és azt hiszi, hogy kinél van bekapcsolva akar, a lábas, és mész mögötte, tudod, és úristen, miért nem de a bogarat mondom, hogy nem mindenki tesz helyre. Itt is például a turista a csoportban volt egy úriember, aki állandóan elővette a videót, a kis készüléket és videókat készített templomról, ki volt írva ekkora betűkkel. És mondta neki először az idegen vezető, hogy elnézést, uram, ki van egy tábla, nem lehet videót készíteni. Ha valaki kíváncsi a templom, eljön ide, megnézi, ez nekünk is érti, ugye? Jó, oké, elteszi. 2 perc múlva hátra nézem már meg a kezébe. Idegen vezető megint szól neki. Elnézést, ne haragudjon, ha esetleg eltenné, mert most már szóltam egyszer, de hát harmadszorra, megint természetesen elővette, megint eltette, elővette. És akkor mondta az idegen, hogy én még ilyet nem láttam, hogy 20 éve vezetek ebben a templomban, hanem mind hetente, 6-szor nem tudom mi, és hogy nem igaz, hogy szólok, és nem. Na, hozzá nem ment oda a néni. Pedig ismerős, hozzá nem ment oda, de minket helyre tett. Lehet, hogy a néni csináltatta magának. Ja, igen, mert legyek rajta a lába, ne lopjon le, mint a de hogy milyen szörnyű az életed, hogy az, hogy te más nép nevelsz, ez egy dolog, de hogy önmagaddal kell együtt lenni a nap 24 órájában, és mindig azt hiszed, hogy hol ki tudsz, hogyan nép nevelni, önkéntes rendőrködni, beszólni, morogni. Most elkezdett, igen. Hogy milyen szörnyű életed. A végén már entek ott előttünk, meg néztem még őket így ideig, a végén majdnem odaszaladtam, és hátulról átöleltem őket. Tehát volt egy ilyen, hogy úristen, szegények, milyen szörnyű, adjátok a gyereket nekünk, majd mi fölneveljük, érted? Legalább a gyerek ne szívjon, érted? Milyen életek ezek, nem tudod, ilyen tipikus magyar, tudod? Nem, ilyen hülye magyar mentalitás. Most egy kedves hallgató, hogy Jani egy férfire képületen belül le kell venni a sapkát, szóval tényleg egy gyökér voltál. Hát, na, Janikám, szerintem ez nem a hallgató, ez a néni. A néni, kezi csokolom, örülök, hogy újra találkozunk, ha így az éteren keresztül is. Miből gondolt egy hallgató? Persze, a néni írja, hogy egyébként egy gyökér vagy. És nekem is írják. Persze, hát azért, mert neked terepjárod van, nekik meg kis autójuk, akkor ugye? Már te világíthatsz nagyobb fényel, mint egy Szent János bogár, ugye? Ez biztos, hogy ő. Megismerem a szavajárását. Neked a néni írt. Azért is megyek egyébként ezekbe a templomba, hogy gyökérkedhesse. Aztán beszélek is róla adásban, hogy az összes többi gyökér is, aki kíváncsi igen. ezekre a templomokra, elmenjen és megnéz. Alapjában egy konfliktus kerülő vagyok, de én nagyon szeretem az ilyen embereket. Sőt, kicsit várom. Sőt, örülök. Egy ilyen Szent János bogárnyi fény gyullad bennem, amikor így elindul egy ilyen na, kis úgy harc. Úgy érzed, megmentetted az ő lelküket? Nem, olyan finom, nem, ilyenkor nem lelket mentek. Olyan finoman intézem ezt, és olyan elegánsan, hogy azt is megbánják szegények, hogy eljöttek az alcsúti arborétumba, és nem álltak meg felcsúton. Úgyhogy, na mindegy, jó, érdekes, csak ez kíváncsi volt, hogy mit mondtok, de ez egy tipikus magyar ilyen fura mentalitás. Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 múlt pontosan 2 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az önkéntes rendőrködésről beszélgettünk. Írja nekünk egy hallgatónk, hogy ugyanezzel a frusztráltsággal találkoztam a Szabadság koncerten. Ott az 50 éves házaspár baja az volt, hogy egy másik emberrel beszélgettünk a Scorpionsról. Hát nem szép. Hát nem mondjuk szép, egyébként hát tényleg nem. Igen. A nyomjelző rakétáról miért nem beszélsz, Balázs, amit fellőttél? Jó, mindent nem mondhatok el. A múltkor a Balcsin egy szabadstrandon taliztam önkirendőrrel. 2,5 éves lányom most tanulja a pelus nélküli életet. 10 méterre pisiltettem, de rám tudott szólni a paraszt, hogy a 6 éves fia is el tud menni a slózira a szánalmas. Ja. Írja egy hallgató. Ez állandó, nálunk is az volt. Ez szerintem minden gyerekes szülőnél van. Ugye el szoktuk ilyenkor mondani, hogy lehet kapni ilyen utibilit. Van olyan, hogy nincs nálad. Persze, és akkor hogy egy kettő a falán, gyerek, hát most aha, szerintem is. Nagy baj nem lesz, igen. Ez a Manus szólt a bogaraknak is, de hiába, ettől volt frusztrál. Ez most olcsa lámpát. Béla, gyere már tovább. Azok bogarak. Milyen okosak ezek a bogarak? Elképesztő. Figyelj csak, és ez úgy van, hogy ott az arborétumban tudnak valamit, hogy ezek úgy oda mennek? Hogy szeretnek ott nekik csendes, nyugodt, fénymentes környezet aha. kell, persze. Ja, és akkor azért tehát ott rajzanak, igen. De ha ő állítólag le tudja kapcsolni a lámpát magában. Uh-huh. Tehát ha le tudja kapcsolni magát, a repülés közben meg tudja akadályozni, hogy fény legyen.
Hát mert akkor könnyű elkapni biztos. Igen, ez egy kémiai reakció, amit ő tud irányítani. Akkor ő magában tudja, hogy ő tud világítani? Azt, hogy már megint micsoda. Érted? Aha. Tehát ő tisztában van azzal akkor, hogy ő egy Szent János bogár és világít. Hogy jelenteném, én egy gyökér vagyok. Hogy, ha viszont tisztában van azzal, akkor azzal is tisztában van, hogy le tudja kapcsolni és föl tudja kapcsolni? Tehát repülés közben az, hogy most lekapcsolom? Most felkapcsolom? És tehát akkor... vannak ilyen folyamatok, amik lehetszódnak, mert ha te onda nyúlsz, hogy elkapd, akkor ő eltűnik, lekapcsolja a kis lámpácskáját. Le tudja kapcsolni. Ugye arra van többek között a világítás, hogy oda vonzon több kis bogarat, mert ugye ezek ilyen kis ragadozók. De hogy akkor a Szent János bogár tisztában van azzal, hogy ő egy Szent János bogár? Tehát ő tudja, hogy én egy világító bogár vagyok, aki repülök, és le tud... karibú. Érted? Lát egy másik bogarat, ami nem világít, és azt mondja, de béna, elrepülés és fölkapcsolja. Kezdő. Nézd a hülyét, ott mászik a földön, és még világítani se tud. Érted? Tehát, hogy ő tudja szabályozni a saját testének a világítását. Hát veszélyt érez, amikor te oda nyúlsz, és akkor azért kapcsolja ki, de ha ezt tudja, akkor tudja azt is, hogy ő Szent János bogár. De ez az, hogy tudnia kell, amikor hazamentünk, hosszú ideig olvasgattam még a Szent János bogarakról. És nézted azt a kettőt, amit hazavittél. És néztem a zsákba, a szatyorba azt a 30-et, amit hazavittünk. Ha veszély van, egyes fajok tudnak villogni is. Néhány intelligens faj le tudja adni az SOS jelzést. Na, ja, te durva. Tök komolyan mondom. És Titi. Tehát gondold el, hogy tud villogni, de a villogás komoly az SOS, nyilván nem. És a Szent János bogarak azok ismerik ezt a sztorit a Jordánról meg Jézusról? Minden tudnak. Minden? Nagyon okosak. Szóval, hogy mennyire intelligens. De akkor, ha ő le tudja magát kapcsolni, akkor tisztába kell azzal lennie, hogy én most világítok. Ha tudja, hogy én most világítok, akkor azt is tudja, hogy le tudom kapcsolni. Hogy akkor ez hogy van? De akkor miért nem ő szólt rád? Elnézést, uram. Ne haragudjam, hogy megfordult volna kis fejébe. Elnézést, ne haragudjam, már ne világítsam már a rohadt nagy lámpával, mert kisül a szemem. Mindjárt ide villogom a barátaimat. Én szétrobban a potrohom. Érted, milyen kis okos kis bogárkák ezek? Szóval akkor innentől kezdve viszont van agyuk. És mennyi. Tehát van öntudatuk. Van én tudatuk. Tudják, hogy repülök. Aha. És világítok. Most lekapcsolom magam. Tök durva, hogy soha nem bontottál fel Schnitzerrel még egyetlen Szent János bogarat sem, és már tudod, hogy van agyuk. Egyébként tényleg érdekes. Aztán honnan tudod, hogy nem bontott fel? Ha igen, erről nem esik. Igen. Basi, te elmentél egy arborétumba, és végig egy másik családot figyeltél, és fikázol, tipikus magyar. Mi? Igen, üdforeszt. Igen, ez így indult, hogy már az elején kiszúrtam őket, és végig követtem őket, néztük őket. Igen, igen, ez az egész történet 10 percig tartott, amíg figyeltük őket. Te akkor ezek szerint gyökérkezelésre jársz templomba, Jani? Persze. Igen, egy hallgató. Nem bánják egyébként ezek a templomok, hogyha sok ilyen gyökér mászkál hozzájuk, mint én, mert ez a sok gyökér aztán beszél 1 millió ember előtt arról a helyről, és akkor sok másik gyökér is elmegy és megnézi, és tisztelettel adózik ezeknek a helyeknek, de hát... De nem tisztelettel adózol, ez a baj. Tudom, viszont én olyan gyökér vagyok, aki másra nem nagyon szokta ezt mondani, főleg ismeretlenül, meg nem bunkózol le valakit, akit nem ismersz, és aláírod az SMS-t. De hát ismer, mert hall téged. Ja, tényleg. Tudod? Ja, ez a Tamási Eszter effektus, ugye a tévében. Így is van, és hagytad a sapkádat, és egyébként ő neki meg egy 8 órás ilyen hidegkamrás kezelést javasolnék, hogy ott vajon leveszi-e a sapkáját, tehát egy ilyen fagyasztókamrában, mert ott is ugye zárt helyen vagy. Le kéne venni. Igen. Na, múltkor, gyakér vagy. A múltkor mentem kocsival a felüljáron, és telefonáltam vezetés közben, mellettem lévő sávban 50-es Pali Suzuki-val rám dudált, és vadul mutogatott az ujjával a halántékára. Mondom neki, rendőr vagy? Ha nem, akkor hajts tovább a Tesco-ba. Teljesen ki volt, hogy telefonáltam. Átszólnátok valaha egy másik autóba, hogy tedd le a telefon? Az veszélyeztet engem, tudod? Tehát megy mellettem telefonál. Én már az Anettől ezt egyszer elviseltem egy éven keresztül, hogy ő az önkéntes rendőr, de ez is komolyan mondod, hogy átszólnál, akkor súlyos elbeszélgetéseket tehát kell folytatni, míg leérünk Szegedre. Együtt megyünk. Nem, de átülök hozzád, hogy erről lebeszélek. Átkopogtatsz, mert veszélyeztet téged a melletted levő sávban. A büdös életben nem szólnék át. De a hát, büdös de életben nem tudnék átszólni. Hogy tesó! Tedd le a tele. Mi közöm van nekem hozzá, hogy hát ő telefonál? Hát azért tudnál átszólni, mert hogyha te is telefonálsz. Igen, ha neked ő balkész felől van, akkor valószínűleg gyorsabb nálad. És nem érdekel, hogy telefonál, és nem gondolok arra, hogy majd egy ilyen telefonáló fogja elütni a gyerekedet, és akkor megbánod, hogy nem szóltál át, mielőtt valaki már elkezdeni ezt bepötyögni. Nagyon osztobb a mentalitás. Nem áll, hagyjál már ezek a demagóg hülye érvek, hogy ettől megőrülök. Tök, hogy megint előjön a tegnap. Mondok még egyet. Megmented az
ő életét. Soha a büdös életben nem szólnék át. Nem érdekel, hogy kivel beszél, az ő dolga, ő fizeti be a büntetést. Nincs hozzá közöm, az ő privát szférája. Ha ő megbüntetteti magát, ám legyen. Telefonál és neked magyaráz. Nem érdekel. Megmondod, hogy vége a sávodnak és falva. Puff, jó, hát igen, jön egy, a szembes, látom, hogy a szembes sávon egy átszólok. De hogy előbb vágnám le a balkaromat, mint hogy én valaha valakinek átszóljak, hogy tedd le a telefon, te paraszt, és ne telefon. De nem így, nem parasztozni kell. De még úgy, hogy uram, legyen szíves, tegye le a telefon, nincs hozzá közöm. Szélsőségekben gondolkozol, megint nem parasztozni kell. Óvsz egy emberi életet. Sőt, nem egyet kell. Hát ez egy információt. Érted? De milyen, miért? Azt hiszem, hogy nekem nem jut majd az eszembe ezentúl bárhol. Ha sapka lesz a fejemen, de nem, lesz, mert már a küszöbön leveszem. Ha most ezt félig is komolyan, mondjátok, akkor hazamegyek. Tök komolyan mondjuk, nem félig. Most megint az lesz, hogy hazaüldöztök. Hazaüldöztök, nem várom meg a Gábort, nem lesz elmentesevezet, vagy lesz, hazamegyek. Ha tényleg átszóltok, komolyan. Vagy csak felmerül bennetek, hogy átszóltok, hogy most hazamegyek. Nem akarok az életemből arra szállni 4 órát, hogy olyan emberre üljek itt, aki átszól egy másik kocsiba, hogy tedd le a telefont. Mi közöm van hozzá? Az a között hozzá, hogy megmented a saját és az ő életét, a tiédet, és az övét. Kettő. Ha ott ül a te családod, akkor az már 4. Nem akarok ha veletek. Ha neki is van családja, már 8 ember. Érted? Nem akarok veletek soha semmit csinálni. Figyelj, de én... Mert te telefonálni akarsz az autóban vezetésben. Én is majd, vagy leveszem a sapkám, megérem, vagy pedig elkezdek hinni a kabalában, és akkor kipában járok mindenhova, mert az menekülési útvonal számomra. De egyébként, ha már ez a tegnapi téma előjött, akkor marha érdekes, hogy milyen kis fotót készítettem tegnap az Üllői úton. Ködlámpa. Elől hátul bekapcsolva, terepjár. Tehetség. Na, ennyi. De miért nem egy Dacia Logan? Tegnap befelé jövet. Fotoztuk le. Üllői út. Elől hátul bekapcsolva ködlámpa. Ködlámpával? Ez mikor Jani egyik spanyol, akit megkértünk, megy már ott végig. Most rombolod, persze. Bekapcsoltatod valami súvossal. Írországban kb. Na jó van. Igen, ez az átszólás nem bocsátom meg nektek. Szólni kell. A biztonság az első, érted? Az emberi életek. Azt hittem, az Annett után már nem lesz több önkéntes rendőre. Úgy látom, egy áruló van köztünk. Morning Show. A Klassz FM. Na gyerekek, Vézolika! Vézefemen. Pályafutása egész egyszerűen számukra teljesen megdöbbentő. Valahogy kedden vagy szerdán ráakadtunk, és azóta kedveljük, imádjuk, reklámozzuk, és 40 ezerről feltornáztuk 100 ezerre. Teljesen megdöbbentő módon vettük észre, hogy rengetegen egyébként ismerték Vézolikát, de annál többen nem, viszont most már egy ország ismeri, kedveli, énekli, és nézte meg a YouTube-on. Ugye tettünk egy ígéretet, miszerint ha Vézolika eléri a 100 ezret, akkor felhívjuk, és meghallgatjuk, hogy született a dal, ki ő, mi ő, egyáltalán megismertetjük az egész eddig, ország. Mit csinált, hogy nem tudtunk róla. Ha valaki ilyen zseniálisan építi a Balatonnak az imázsát, tehát arról tudni kellett volna már korábban is. Így van. Azt tudjuk már, hogy mi a V? Hát picit félek tőle. Ötödik Zoltán? Picit félek tőle, hogy vadon és családtal. És ezentúl össze fogunk járni. Ne. Csak rohadtkodok. Ne. Én azt gondolom, hogy már megtaláltam a megfejtést fent az interneten, de ezt nem árul, nem mondja elő. Na, csak egy pici dal, vagy egy pici kis ízelítő az ő dalából, mielőtt beadjuk, jó? Mielőtt hívjuk, csörgéstől hívjuk majd. Ugye hát, várjál. Nehogy azt mondta, hogy eltüntették, hogy nem lejátszható a Balaton című dal. Gyerekek, lehet, hogy levették? Nem, lefagyott a szerver, annyian nézik most is. De miért nem tudom ezt én most elindítani? Várjál. Ugye, várjál. Igen, most akkor jó, Ctrl-C. Ennyire nem vagyok tudom. Figyelj. Háromszög. Na várj. Ekkor a két pálcika, nem jó arra megáll. Igen. De mi van, de nem szól, nem? Nincs bedugva, másik helyen van a dugó, nem? Oldalt fordított szalmakalap, alatta X. Ja, nem mellette. Miért nem szólok? Igen. Itt van ez a fogaskerék, az sem az. Nem jó az óra, ez mi lehet? Azt mondja, hogy hasznos tanácsok kezdő. Na jó, oké, gyerekek, ez nincs. Jó, ez most nincs. Hívjuk fel Vézolikát a dalt, mert úgyis mindenki ismeri. Ez most nincs, nem tudom, hogy miért nincs. De jó kommentár. De nagyon letoltátok, kösz. Finoman csináltatok hülyét belőle. Az információ. Jelenleg nincs hozzárendelve, egyetlen előfizetőhöz sem. Na ezért. Na. Már visszavonul, gyerekek, az van. Nem. Ki volt ez a bájos hangú hölgy? Ő egy autó, mondta. De mert, hogy Zolika mellett fekszik egy nő, és ezt így letolta? Nem, azon. Hát egyébként... Ehhez a számhoz egyébként nincs előfizetés kapcsol. Jó, de legyünk hozzárendelve, egyetlen előfizetőhöz sem.
Vézolika visszaadta az előfizetését? Hát az egyiket, tudom. Azt mondtad, hogy több szám is van. Jó, próbáljunk egy másik számot hívni. Jó, van egy másik számunk, azt jó. Is csöngéstől adjátok majd mindenképpen. Hát ott is a bunyós pityú. Igen, tessék. Halló, jó reggelt, Balázs jó reggelt. Morning Show. Szervusztok, Vézoltánnal beszélünk. Vézoltán? Tessék? Vézoltánnal beszélünk? Pontosan. Igen! Zolika! Hello! Micsoda média történeti pillanat! Zoli. Figyelj, Zoli, te a hangodból halva vagy, te erre számítottál, szóltak neked, hallgatsz minket, tudtad, hogy az elmúlt két napban beled foglalkozunk, mert úgy vetted föl, mintha tudtad volna, hogy mi vagyunk. Hallgattam, így van, végig a... Komolyan? Írtam is egy kommentet nektek egyébként. Nem... Láttuk, hát ugye nagyon sokan írnak Vézolika nevében ilyenkor, tehát rengetegen nézett. Tehát mindenki tudjuk... Vézolika akar igen. lenni. Persze, meg ha durva volt, moderáltuk. Igen, így van, eléggé sok durvaság is, de nem probléma. Ezzel együtt kell élni. Figyelj, neked az igazi neved Zoli? Tehát, így van. Így Zoli. Így van, aha. Zoltán. A V az akkor egy vezetéknév rövidítés, vagy ötödik Zolika? Az egy vezetéknév. Vezetéknév rövidítés. Jó, hát ezt nem akarod, nem kell elmondani. Na, hát... Biztos, hogy tudjátok, lássátok a... Varga. Mindegy is, van egy csomó tipp. Na, figyelj, hát szerdán vagy kedden, én már nem tudom pontosan, rád akadtunk az interneten. És hát megkedveltük a dalodat, az a helyzet, sőt, mi több azóta már többször bemutattuk ezt az egész országnak. Igen, ezt nagyon köszönöm nektek. Láttad a számot a megtekintésnél? Igen, folyamatosan kísérem én is. Mennyinél vagy most, tudod? 107 000. Annyi, körülbelül az... így van. Ezen. 47 000-ről mentél föl. Igen, és csak hogy mennyire szeretjük ezt a dalt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy én például nem szeretem az Englishman in New York-ot, Stintől, viszont a Balaton, Vézolikától igen. Vézolika, Balaton. Igen. Elég sokan éneklik ezt, még... Hát elég sokan, én is így hallottam. Van. Még józanul is. Így van. Te Balatonparti gyerek vagy, Zolika? Én sem iszom. Úgyhogy józanul énekeltem minden számot. Fia, Feri kérdezte, hogy te balatoni vagy egyébként? Vagy mit? Nem. Uh-huh. Nem. Tehát ott van ott nekünk egy kis házikó. És elég sokat lett vagyok. Kinek az indítatására? Vagy hogy vagy? Ezt kitalálta ki, hogy kell egy videóklip, hát, ahogy elindulsz a Balatonra? Ezt közösen találtunk egy barátommal ki, hogy írjunk egy ilyen számot, mert ugyanis mostanában nem volt ilyen. Balatoni szám. Hát nem. Ilyen írva, nem. És elég sokat tartózkodunk ott, és azt leírtuk, amit éppen csinálunk a Balatonon. Meg mint általában a többi ember is. Igen. És ehhez csináltok egy videoklipet is. Így van. A kritikus úgy fogalmazni, hogy ez maga az élet. Ez maga az élet, így van. Ez maga egy élet, így van. És megírtátok ezt a számot, és gyakorlatilag ezzel a pop történelem sűjesztébe küldtétek a Balatoni Nyár című Bornai Szerz. Zolika, van fellépésetek? Vagy te prosperálsz, mint zenész, te adsz koncertet? Most legutóbb, persze, egész fiatal koromtól kezdtem én ezt az éneklést, tehát jártam válva a bakodalomba, fellépésekre egyéb, és 20 év után ez megszűnt a munkahelyem miatt, tehát nem tudtam csinálni, és most 3 éve ugyanúgy folytatom, próbálgatok, csinálgatom, zenélek, tehát lássátok, hogy van slágerek és lakodalmas nóták is van. Igen. És hát most éppen múlt héten lakodalomba voltam. Aha, tehát, hogy vannak fellépéseid. Mm-hmm. És hívtak is oda. Így van. Tehát, hogy tudatosan mentél oda. Aha. Pontosan. Figyelj, hát a dal egész egyszerűen elképesztő, tehát ahogy ebből az Audival ott, nem is tudom, hogy rózsafűzér, vagy valami lóg középen. Vagy... Az rózsafűzér, így van. Így van, egy rózsafűzér, és utána elindultok a Balatonra. Szenzációs. Kik az úri emberek, akik a hátad mögött ülnek a videóklipben? Mert nem túl nagy szerep jut nekik, mindenképpen ott vannak, eszik veled a lángost, ülnek a fűzfalat. Hát, ott van a barátom, amikor csináltam a... Ja, ő van a klipben. Aha. Van, ő is benne, és van a... Aha. És a fiad is benne és van. És melyikük ki? Melyikük az unott, és melyik a fáradt? Igen, ők kevésbé élvezik a Balaton. Igen. Te nagyon a videóklipből ez kiderül. Ők úgy elnéznek a messzibe.
Figyelj, a szöveget hallva azt gondolom te írtad. De ki írta... Tehát közösen írtuk ezt. Ezt gondoltam, hogy... A barátom csinálta rá a zenét. Na ezt akartam kérdezni, mert abban ez a mesteri inkább a zene, tehát a szöveg se rossz. De hogy a zenét a barátod csinálta? Így van. Aha. És a szövegírás az hogy zajlott, hogy a barátod megcsinálta a páros sorokat, te meg a páratlanokat, és aztán összeraktátok? Hát együtt beszélgettünk, és konkrétan, hogy melyik szavakat tegyük be, vagy mit tegyünk be, tehát ez elég sok időbe. Arra vagyunk konkrétan kíváncsiak, hogy a refrénben szereplő víz szó kinek volt az ötlete? Hát a tó. Nem, a víz, ugye tűz? Igen, tűz, víz, de ott keresztrímek vannak, írta egy hallgató, igen. Tehát, hogy ott... Aha. A víz? Aha. Mert hogy kinek ugrott be például a fűzre, az íz. A lángos a íz. Hogy van, Zolika, segítsen, hogy lángos a íz. A vízcsobbanás. Igen, nem, hogy a lángos íz és a fűz, ugye? Ezt fűztétek össze. Így, a lángos íz és a fűz. Hát ami ez a balatoni történetnek a egész mindene, hogyha leül egy hűvösbe, a fűz alá is érzi az a fűz alá, és így van. Vagy énekel, vagy alszik, mondhatnák többet is. Jó. Úgyhogy ez onnan jött. Figyelj, Zoli, ha meghívnánk egyszer, hogy ez ad nekünk elő élőben. Semmi akadálya. Ettől, az a baj, ettől féltem. Erre a válaszra vártam. Ilyen színpad van, technika van. Kicsit reménykedtem, hogy nemet mondasz. Hogy valamelyik ott a klassz nyáron, nem itt nem 10-kor, mint főfellépő, hát ezt ne haragudj, hogy még a vastagékat nem túrjuk ki, de valamikor, mint a 9 és 10 között, vagy a hírek alatt, ezt élőben elnyomnád nekünk? Bármikor ott a helyen. Uh-huh. Ezek az akkordok, ezek a zseniális akkordok, ezek úgy véljük, hogy ott vannak az ujjaidban, bármikor elő tudod őket varázsolni. Egy jó akusztikus gitára. Egyébként érdekes, hogy a videoklipből kiderül, hogy van egy nagyon érdekes kettőség a te személyiségedben, mert hogy a rózsaszfűzér alatt, amik lógnak ugye a visszapillantóról, ott van két diszkógömb is. Van diszkógömb is, így van. Nagyon. Hát valamit jellemez. Egy klassz autival mentek. Nem, hogy mindenütt terjeszti az igét, érted? A nőd a diszkózene se fogja igen. Vissza. Jól van, Zoli, megbeszéljük, akkor van még ugye Debrecen, van még Füred, kitaláljuk még, hogy melyik város tesszük boldoggá, és hova hívunk aztán téged. Jó, bárhová elmegyek. Jó. Köszönöm a segítséget. Ne hülyéskedj. Ne viccelj. Hát a minőség mellé mindig szívesen odaállunk. Imádunk. A klippet is, az egészet már elküldtem összes barátomnak. Nagyon szeretik ők is. Volt barátaid. Igen, azóta nem válaszoltak. Nagyon, de tényleg, szóval imádjuk. Jó, Zoli, nagyon köszi, nagyon drága vagy. Csinálj, még ez simán fölmegy 200 ezerre. Jó? Jó, köszönöm szépen. Vigyázz magadra, színpad. Megbeszéljük akkor, hogy melyik helyszíre jössz, jó? Persze, várom, melyik elmegyek. Imádunk, köszi Zoli. Szia. Ciao, hello. Hello. Na gyereke. Hova vigyük? Hát csak Balaton, tehát csak Lelle vagy Füred. Füred. Uh-huh. Ha milyen a benzinköltség, akkor Velence. Nem kérdeztük meg, úti költség plusz gázsi? Vagy... Hát csak valamit fizetni kell, figyelj. Hát egy 100 000-es letöltés számú művésznek nál kell fizetni. Igen. Jó, de a bakok akkor kasza nincs. Na figyelj. Balaton! Figyelj. Keszeg. Megőrülök annyira jó. Nekem nem kell más, mert én itt most.
Balaton. Ja. Ja. És a szóló. Hát jó, és a szólót már nem. Hát gyerekek, Vézolikának egy nagy tas! Végre! Nézem az arcokat, senki nem érti. Ezt szerintem csak hárman szeretjük. Ez zseniális, ez olyan élőben olyan lesz, mint egy etna kitörés. Ki az, akinek tetszik a Vézolika? Őszintén, tényleg csak gyorsan. Három. Aki érti ebben az iróniát is. Nem három, kettő. Aki érti ebben úgy az iróniát, hogy úgy szereti, hogy közben nyilván nem szereti, de közben jót röhög rajta. Vannak ezeket, tegyétek föl? Már hatan. Na, egészen sokan. Gyerekek, jó ez. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral.